A leány szép és ártatlan. Hozzád ragaszkodik, királyi törzsnek egyetlen virága. A kerekföldön nem találansz magadhoz méltóbbat. A szerelemre nem elég az, hogy van ok szeretni. De a nősülésre elég ok az, hogy a honjava úgy kívánja. Eddig csendesen beszélt Dalma trónja hátuljába vonultán a rabombánnal, ez utóbbi szavaknál hevesen végre kitört. Nem tudod, mit beszélsz, rabombán! Az nyugodtan viszonozza. Megszoktam igazat mondani fejedelmem előtt. Bolondokkal vagyok körülvéve! Kiállt a Dalma türelmetlenül lépve le trónjából. Ó, atyám, segíts onnan a magas égből! Majd erőm hágy el, majd eszem! Az országnagyok megzavarva álltak körül, nem is tudva gyanítni a kagán magaviseletének okait. Távozzatok! Szólt hevesen Dalma. Vége a kihallgatásnak! Ma kedvetlen vagyok, ne jöjjön elém, senki semmi kérelemmel, ma rossz napom van, kerüljétek kapuimat! A vezérek fejcsóválva hagyták el a termet. Mi lelhette a kakánt? Sohasem voltak ilyen szeszélyei. Kublai mosolygott, kezében tartá az indulatok kulcsát. Susogva mondta Halilának, te itt maradsz, és ott hagyta a leányt. A férfiak eltávoztával az országnagyok nejei jöttek be a terembe. Dalma villámló tekintettel nézett végig rajtuk. Mit akartok itt? Ki hívott benneteket? A legéltesebb hölgy egy ősz tisztes matróna előlépve mondá. Országunk szokásai azt parancsolják, uram, hogy a kagán menyasszonyát az országnagyok nejei veszik át, és a szent forrásban megfüröztve, mirtusszal megkoszorúzva hozzák vissza őt férjének. Így lesz rajta ég áldása. Dalma ingerelve volt, s azon gondolattámat lelkében, hogy az ajánlott menyasszonyt mindenáron elidegenítse magától. És bosszusan válaszolt a nőknek. Az esetlen szokás. Nincsen szükségem kopott babonáitokra. Isten nem vezérelteti kezeit asszonyok által. Takarodjatok előlem. Én nem hívattalak benneteket, férjeiteket is most küldtem el. Mi dolga az asszonynak ilyen helyen? Uram, kagán, szólt a tisztes agnő. Az ogúr népnél az asszony mindig egyenlő jogú volt a férfival. Az akkor volt, kiállt a Dalma csattogó szóval egészen elfeledkezve magáról. Most másképpen lesz. A férj királya nejének, s a nő férjének rabszolgája. Takarodjatok! A nők megütődve távoztak el. Mi lelte a kakánt? Soha se bánt ilyen durván asszonyokkal. Dalma összefont karokkal állt meg Halilla előtt. A leány reszketve veté fel vadfélénk szemeit. Hát én hova menjek, uram? Hát én ki rabszolgája leszek, kérdé keserűen. Dalma megfogá a leány kezét, s élesen tekintve annak arcába kérdé. S valóban szeretsz te engem? Reszketek előtted, uram. Érzem kezeden. Te félsz tőlem. Ez az egy az, amire tanítottak születésem óta. Csak félni tanítottak, és szenvedni. Látom arcodon. Ha látod, légy irántam irgalommal. Amit a követ mondott, az mind hazugság. Te nem vagy boldog, te szenvedsz. Nekem a panasz is tiltva van. Tiltva van ajkaidnak, de szemeid elárulnak. Én semmit sem mondék. Szívedbe látok. Ha szívembe látsz, akkor öles meg. Mit beszélsz? Halilla összeszedé minden bátorságát, mert akkor azt látod abban, hogy én téged nem szeretlek. Dalma örömét elrejteni nem tudó arccal ragadá meg a leány kezét, kimidőn azt hívja, hogy őt halálosan megsértette, nem is sejtheti, hogy milyen örömet szerzett neki. Te engem nem szeretsz. Te iszonyodol tőlem, ugyebár.
Magad se tudod miért, valami titkos ösztön azt sugja lelkednek, légy hideg irántam. Halila nem bírta megérteni a kifejezés Dalma szemeiben, elszántan térdre bocsátkozék előtte. Kivallottam, megölhetsz. Ha elhallgatom, szívem öl meg. Te nem szeretsz engem, folytatá Dalma a leány érzelmeit fürkésze, mert valaki más szeretsz. Halila a kérdező kezét magához vonta le. Öles meg, ó Dalma, inkább te, mint atyám. Ne félj, szólt Dalma ragyogó arccal és keblére voná a lányt. Én védeni foglak, szeretlek most, mert nem szeretsz. Halila csodálkozva tekinte rá. Te nevetve gyilkolsz meg engem. Egy csókra esküszöm, boldoggá teendlek, szólt Dalma a leány homlokát megcsókolva. Nevezd meg szerelmet tárgyát, és én Istenre fogadom, hogy tieddé teendem őt, bárki legyen. Elrejtelek atyát haragja elől, hol a gondolat sem talál Andreát. Hadat kezdek miattad a félvilággal, hogy te boldog lehess azzal, akit szeretsz. Hát nevezd meg őt! Dalma szíve repesett azon gondolatnál, hogy félelmes mennyasszonyát elcsábíthatja más számára. Halila félénken húzódott tőle vissza, mondám Kagán, hogy én csak félni tanultam életemben, de azt megtanultam jól megbocsássa, szavaidban bízni nem tudok. Attól félek, hogy te csak azért akarod megtudni a nevet, hogy őt ölethesd meg, nem fogom őt elárulni. Te nagyon szereted, mert félted őt. Nem kényszeríthetlek, hogy higgy szavaimnak, de okot adhatok rá. Látod arcomon, mint örülök, midőn szemembe mondod, hogy nem szeretsz, hogy iszonyodol tőlem, hogy másért epetsz, ó, mert én sem szeretlek téged, én is mást imádok. Hát értesz-e már engem? Halila szívében új világ derült-e szavakra. Nem volnék nő, ha nem értenélek. Megmentesz magadtól, hogy megmenekülj tőlem. Az égre úgy van. Mielőtt leáldoznék a nap, kedvesed karjai közt lende, szólj, érdemese ő a kezedre. Szép, bátor, nemes szívű. Egyike vezéreidnek. Annál jobb, közülük bármelyik méltó hozzád. Országom első férfiai ők. Nincs több férfi a világon, csak ő. Jól van, nagyon jó. Na, jár közelem, suttogjunk csendesen. Ne félj, kedvencem vagy, hisz nem szeretjük egymást. Akárki bántson, én oltalmazlak, akármit kívánj, én megadom. Mondd el bizalmasan, mint szerettél kedvesedbe. Tekintsd úgy, mintha hölgytársad, barátnéd előtt szólanál. Ó, Dalma, bíztató szavaid lábaidhoz láncolnak engem. Te nem is gyanítod, hogy a rövid élet mi hosszú fájdalom volt nekem. Csak akkor tudhatnád, mennyire boldogította a halálra üldözöttet az, ki védelmére föllépett. Egész életem egyetlen szenvedés volt, s midőn azt egy borzasztó halállal kellett volna befejezni, midőn népem ördögeinek akartak megáldozni, akkor halálos rettegéseimben Istenhez kiálték, s e szóra egy férfi jelent meg előttem, kinek arcában Isten arcára ismerék. Egymaga egy őrült világ ellenében lépett védelmemre, kezemet megragadva ember fölötti nyugalommal mondá, én megszabadítlak téged. És amióta ő visszaadta éltemet, azóta szeretek élni. Beszélj tovább, szavaid gyönyörködtetnek engem. Ó, én remélni sem merem, amit ígértél, őrültség volt tőlem kivallani. Szívedre hallgass, na, és légy bátor. Atyámra gondolok, és reszketek. Te csak szerelemre gondolj, a gyűlölet dolgait majd elvégzem én. Ó, hisz azt se tudom még, hogy szerelmem talál-e viszont szerelmet. Nem bízol szívedben. Szerelmed öntudata nem tesz-e bátorrá. Tégy megbízottaddás, én elődbe hozom választottodat. Te légy nő, és hódítsd meg őt. Ki ő? Halila tétovázó tekinte Dalmára, szólni akart, de arca egyszerre kigyulladt, és szemérmesen takarta el fátyolába. Arcom szégyentől ég. Büszke légy rá, ha szereted! A lány szíve szorult, mintha vissza akarta volna folytani a szót. Na jár,
Súgd a fülembe, szól Dalma, édes gyöngétséggel vonva Halilát magához, s az alig hallhatóan rebegé hevülő kebellel a kedves nevet, Elemér. Mint ki véletlenül kígyóra tapodott, sikolta föl egyszerre Dalma, és még egy kezével dühösen taszítál magától a leányt, másikkal hevesen szorítá annak karját. Halila ilyetten tekinte rá. A kimondott név fölébreszti Dalma szívében a női féltés szenvedélyeit. Egy percig villámló haraggal tekinte a leányra, ki megsemmisülve állt előtte, azután könnyekkel teltek meg szemei, és karjai erőtlenül hanyatlottak alá. E fájdalmas arc, e lesütött könnyes szemek, e megtört állás, a lehajlott kezek imádásszerűen összekulcsolva minden csupa női volt rajta. Ha most vigyázott volna rá gyanakodó szem, az asszonyt lehetetlen lett volna meg nem ismernie benne. Őt szereti, suttogál magában. Milyen boldog, hogy őt szereteti, hogy ezt megvallhatja előtte. Nagyon szeretheti, mert egy korona helyett az ő szívét választja. Ó, én is azt választanám, ha lehetne. Halila rettegve látva, hogy a kagán könnyezik. Mit tettem én? Dalma gyűlölettel fordítá arcát Halila felé, oly gyűlölettel, minőtt csak egy szerelemféltő nő szemei képesek kifejezni. És bizonyosan ő is szereti a leányt, gondolá magában, hiszen maga mondná, hogy szeret valakit. A leány szép. Ő érte tért vissza parancsom ellen, élte veszélyével szabadította, meg bizonyosan szereti őt. Halila percről percre fenyegetőbb indulatokat olvasva le Dalma arcáról, kétségbeesve veti magát annak lábaihoz. Ne higgy szavaimnak! Felejtsd el, amit mondtam, én megcsaltalak, nem igazi nevet mondtam neked, én sohasem láttam őt. Ó, hagyd őt élni! Mennyire szereti őt, gondolá Dalma. Kész megtagadni, hogy megmentse. Halila nem bocsátta el Dalma kezét. Ó, ha büntetni akarsz, büntess egyedül engemet. Esküszöm neked, hogy ő nem szeret engem. Egy szóval, egy tekintettel sem biztatott soha. Dalma lelkén reménysugár kezde keresztül törni. Hát, ha Elemér valóban nem szereti őt. E gondolat édes nyugalmat szállítta háborgó indulataira, s boldog eszmék hízelgék körül szívét arcán mosolyban törve, kimidőn egyszerre jéghidegen emelkedék föl szívében a tiltó gondolat, te nem lehetsz nő, te nem lehetsz boldog. Körös körül a palota oszlopaival felírva aranybetűkkel ragyogott te mondat, semmi áldozat nem nagy a honért. Dalma megroskadt e gondolat nagysága előtt. Fölemeli a leányt lábaitól, és csöndes szenvedély hagyta hangon szólt. Légy nyugodt. Ha arcomat fenyegetőnek látod, attól ne félj. Te engem érteni ne akarj, csak bízni tudj. Miért vagy hát felháborodva? Miért háborog a tenger? Szól Dalmas utána gondolá. Talán annak is szívet adtak, s megtilták szeretni. Boldoggá teendlek, megígértem azt. Hiába nézed arcomat, titkos írás annak minden vonalma, melynek betűit ember nem ismeri. Adj hálát Istennek, hogy erőtlen asszonnyá teremtett, kinek szenvedni, sírni és szeretni szabad. Dalma szédülve keres a támaszpontot kezeivel, arca elsápadt. Uram, te ingadozol! Én nem, hamarabb a föld, szól Dalma megerősítve magát. Vonulj a mellékterembe, majd hívni foglak. Senkinek ne szólj! Halila engedelmesen távozik. Dalma reszketve emeli kezeit az égre. Atyám, légy velem!
erőm roskadoz. E harc nem emberi, és én csak nő vagyok. Vakmerő voltam a sorsot hívni fel küzdelemre, segíts, mert elbukom. Hozd elém arcodat, azt a haldokló arcot, melynek megesküvém, hogy el nem árulom magam, hogy ne lássak mást, mint azt, és szívem hideg legyen, mint a tied, ki már odafent élsz. A fohász sikeres volt, dalma új erőt érzel lelkébe szállani, vaskemény akarata ismét visszatért, köszönve inte fölfelé, érzem hideg lehelleted, és azzal ajtó őreit szólíták, keressétek föl elemért, és vezessétek elém, szólt nyugodtan. Itt várakozik ajtód előtt, uram. A vér újra előzönlé dalma arcát, arra nem várt, hogy így rögtön találkozzék vele. Nem még, inte apródainak, várjatok egy pillanatig. És azzal sietett trónjához, koronáját feltéve fejére, mintha egy hideg érc öftől várná a segélyt indulatai lángja ellen. Most jöhet. Elemér csüggettel lépett dalma elé, mint ki erejét régóta gyűjti egy elhatározó pillanatra, s mindazt kevésnek érzi, midőn a pillanat elérkezett. Szólni akartál velem? Kérdés szárazon, dalma. Még mindig így haraggal nézesz rám? Azon kérő arc, e fájdalmas hang megdöbbenték dalmát. Semmi sem olyan csábító a nőnek, mint a férfi fájdalom. Inkább jó kedvet erőszakolt magára, csak hogy őt így szomorúnak ne lássa. Arcom hazug, a haragot mutat. Én örömest beszélek veled. Amit hibáztál, azt ifjúságodnak megbocsátom. Te kedvesedről akartál szólani, és ez kellemes tárt, kivált barátok között, mint mikik egymásra nem féltékenyek. Beszéljünk róla, szépe. Ismerem talán? Hol lakik? Még eddig csupán szívemben. Dalma nevetni kezdett, csak felületes értelmét tartva meg a szónak. Úgy bizony kicsiny helyen megfér. Kérlek, Dalma, ne neves ki. Ne viseld magad úgy, mint király, hanem úgy, mint egykori jó barátom. Gondolj, mintha most volna az, midőn egymásnak megfogadtuk, hogy amelyikünk előbb meghal, a másik azt követni fogja. Örömmel hallgatlak. Tudod, hogy én bohó, ábrándos, babonás fiú voltam mindig. Jól tudom. Most is az vagy. Szívem minden, ha tele volt rajongó képzelemmel, mely az alaktalan űrben repkedett tétovázza, mint valami bolondos méhe, mely virágok helyett csillagról csillagra szeretne szállani. Ez gyermekkori betegséged volt. Ahogy érett a szív, a vágyak tárgyat követelnek maguknak. S te azt nagyhamar megtaláltad. Sokáig nem az élő világban. Szívemet hölgyemléke nem tudta betölteni. Végre azon eszmére jutottam, melyel köznépünk szokott tért nyitni ábrántjainak. Bőtöt tartottál a devek napján, hogy éjszaka megálmod, akit szeretni fogsz. Találtad. Kérlek, engedd meg, hogy nevessek fölötted. Nekem fájni fog, ha nevetsz. És megjelent előtted a jövendő kedves. Igen. Azon éjjel háromszor jelent meg álmomban, lelkem túláradott a gyönyör miatt, ez álom boldoggá tett és boldogtalanná. S föltaláltad-e e tündér tüneménynek testi kép mását is? Elemér kétkedve felelt a kérdésre. Nem tudom. Dalma csodálkozva rázta a fejét. Nem tudod? Ez zavart. Felelet, tár ismerőseid közül többekhez hasonlít. Csupán egyhez. Vonásról vonásra. Szemei, arca ugyanazok, könnyei és mosolygása, jövése és távozása oly tébolyítólag híven hasonlítanak az élőhöz. Dalma kíváncsisága bámulattá nőtt. Kihez? Elemér odahajolt hozzá, megfogá kezét, srebegve mondá. Te hozzád. Dalma ilyetten sikolta fel és kezét visszarántá. Mi bajod? Kérdi elemér. Semmi, gyűrűd, megszúrta kezemet.
Elemér folytatás szavait nem gondolva, hogy minő gyötrelemmel halmozzák azok el Dalma szívét. Azóta ez alakot nem bírom elfeledni. Nappal napom, éjjel csillagom-e kép. Bárhová megyek, előttem áll. Ha elalszom, mosolygást ölt arcára, mellém ül, megölel, hízelegve kedvesének nevez. Arcát arcomra fekteti, és könnyeit ölembe sírja, s fájdalmasan panaszkodik, hogy fogva van a hideg égben, s nem lehet enyém örökre. Elemér, mit akarsz? Kiállt a Dalma irgalomért könyörgő arccal. Mit akarok? Szólt Elemér vadul lángoló szemeivel keresztül nézve Dalma szemein. Meg akarom tudni, hogy létezik-e íj nő az ég alatt. Nő, ki hozzád vonásról vonásra hasonlít, aki tulajdon képmásod testben és lélekben, saját másolatod asszonyi alakban. Van-e íj nő, van-e íj nő, Dalma? A lány keble majd megszakadt-e kínzó kérdések alatt, arca elsápadt, feje szédülni kezde, utolsó erejével halkan rebegé. Íj nő nem létezik sehol, s azzal ájultan rogyott össze. E pillanat iszonyú világot önte Elemér lelkébe, világot, mely elvakítá, mielőtt láthatott volna. Egész valója remegett, mint ki Istennek jelenlétét érzi, és a kedves gyermeket, kit elaléltában karjaival fogott fel, borzadva tevéle nyugágya zsámolyára, félrefordítá tőle arcát, mint a félne tekintetével találkozni. Tagjain szent borzadály futott végig. Dalma eszmélni kezdes halkan rebegé. Elemér, uram, a leány felemelkedés félébren suttogá. Miről beszéltünk? Elemér nem bírt felelni. Arról beszéltünk, ugyebár, szólt Dalma folyvást félig csukott szemekkel, hogy van egy szerencsétlen nemzet, melynek élete attól függ, hogy uralkodója asszony ne legyen. Valóban arról beszéltünk, szólt Elemér félelmes elfogultsággal. Te azt kérdezéd tőlem, folytatá Dalma holdkóros álmodozással, hogyha egy nőnek egyik kezével szívét, másikkal hazáját kellene megölni, és választania kellene, melyiket választaná? Valóban erről mind beszéltünk, szólt Elemér mindinkább összeroskadva a gondolat terhe alatt, amely lelkére súlyosult. E percben egyszerre magához tért Dalma, és sötét szemeit felnyitva körül tekinte. Hol vagyok? Mi lett? Elszédültél, uram. Miért nem jöttél segélyemre? Tevém az, de nem vetted észre. Beszéltem valamit az imént. Egy hangodat se hallám. Hát azelőtt mi tárgya volt beszédünknek? Úgy, igaz, te egy leányról beszéltél, aki téged szeret, ismerem őt. Egy szót se többet erről, szólt Elemér nyugtalanul, felejtsd el szavaimat. Dalma megfogá Elemér kezét, és szilárd hangon kérdé tőle. Hívem vagy-e? Parancsolt, hogy meghalljak, viszonza ez lovagi ábrándal, és bebizonyítom, amit kérdezél. Meghalni könnyű, élni nehezebb. Van egy hölgy, ki szeret téged. Nem óhajtom azt tudni. E hölgyet szeretned kell viszont. Emberi hatalom alatt áll-e a szerelem? Dalma büszke öntudattal mondá keblére téve kezét. Van, aki szívéből ki tudja tépni a szerelmet. De nem volt soha, ki azt idegen földbe tudta volna átültetni. Neked tudni kell, e nő ama király leánykit nekem menyasszonyul hozának. Értelek, kiállta fel Elemér. Akkor megöltél, hogyha értes, szólt Dalma elfordítva égető arcát. Mondd, hogy engedelmeskedel.
egy egész világrendszert bontasz szét szívemben, sóhajta Elemér fájdalmasan. Ó, azt hiszed, hogy csak neked van szíved? Ne lett volna soha. Ó, így belső seb által vérzem el. Sebet vágnak a fán is, midőn új ágat oltanak belé. Ez a leány téged szeret. Azért temessem el. Dalma indulatosan kiállta fel. Ha értesz, és mégsem értesz, akkor rosszabb vagy nálamnál, pedig jobbnak kellene lenned, mert erősebb vagy. Elemér fájdalom teljes lemondással nyújták kezét. Tégy velem, amit kívánsz. Én kész vagyok. Dalma megragadá hévvel az ifjú jobbját, s némán megszorítva azt felmutatott az égre. Mit mutatsz ott nekem? Szólt búsan Elemér. Jutalmadat, susogá Dalma szellem csöndes hangon, s azzal a mellékterembe sietve elé vezeti a várakozó leányt. Halila elpirult és reszketett, midőn Elemért meglátta. Ó, Dalma, én reszketek előtte, szólt arcát annak keblére rejtve. Ilyenkor legszebb a nő. A szemérempír legbájolóbb színe az arcnak. Elemér, vedd egy gyöngét kezet. Az ifjú visszafolytá keblében indulatait, s elfogadá a leány remegő kezét. Vőlegényed kissé szomorú fiú, szólt Dalma mosolyogva. Te rajta légy, hogy felvidítsd. Szíve nem nyílt meg nő előtt soha. Te azt tedd, hogy utánad bezáródjék. Csupán álmok szokták őt háborítani, te tedd őt boldoggá, hogy ne álmodhasson. Ígérd meg nekem, hogy boldoggá teended őt. A leány zokogva hajolt Dalma kezére, míg Elemér az őrültséghez volt közel. Most menjetek, a Túlaszigeten ismered rejtett molatólakunkat, annak magányában töltsétek boldogságtok első havait. Disabul, ne aggódtasson benneteket. Elemér, jusson eszedbe, hogy akit kezedbe adok, ez üldözött angyal, kit csak te menthetsz meg az ördögeitől, s ki téged istenként imád. Ha védeni kell, védeni fogom, szólt ez keserű nyugalommal. Most távozzatok a palota rejtek ajtaján, röviden búcsúzzatok, el! A viszontlátásig rebegé Elemér bánatosan. Soha! Sóhajt a Dalma. Légy boldog örökre, szólt a leány, megcsókolva kezét. Dalma szomorúan tekinte utánuk. Még lépteik hangzottak, hallgatódzott, s midőn nem hallék többé semmi, akkor lerogyott térdéres arcát ágyaleplei közé takarva, sírt keservesen. Soha nem látom őt többet. A könnyek elolták a fájdalom tüzét, azután megnyugodva kelt fel. Meg vagyok mentve, suttogá magában. A szív jéggé fagyott, megszabadultam azoktól, akik üldöznek, és megszabadultam attól, aki szeret, atyám ott a magas égben. Elégült vagy-e velem? E pillanatban hivatlan látogató zavará meg a kagánt, Kublai tolakodik elő mosolygó pofával kérdezősködve Dalmától menyasszonya felől. Dalma keserű bosszúval tekinte az emberre, ki őt legszentebb fájdalmai közepette háborítá. A bosszú kifejezése lassanként gúnyos kárörömbe ment át tekintetében. Vágd le a szakálladat, emír, és tipord a sárba, szólt neki gúnyolódva. A leány, akit számomra menyasszonyul hoztál, míg én nem tartám rajta szemeim vezéremmel, kit még apja udvaránál megszeretett, megszökött. Kublai megnémult, mint kit kővé változtat. A Túlaszigetén magas nyírfáktól árnyékozva állt azos kis csendlak, melybe Elemér Halilát vivé. A sziget mellett el lehetett hajókázni anélkül, hogy a lakott valaki észrevegye. Valami szent tartózkodást tilta mindenkit ott kikötni.
A hagyomány szerint ott voltak eltemetve Bertezen a hamvai, és ott szoktak a fejedelmek összejönni az Istennel, midőn nagy veszély idején tanácsot kérnek tőle. A magányos lak egészen fából volt épülve, kívül barna diófával kirakva, magas ereszeit cédrusfa oszlopok tarták, miknek kígyós tekervénye szent mondatokkal volt beírva, a falak belseje simított tarka gyökérfából, az ajtók tábláiba csaták és áldozatok képei faragva, körös körül a vadul összenőtt lombok, szentséges sötétje. Két hó múlt azóta. A rejtett lak ajtai nappal mindig zárva voltak, csak midőn feljött a hold, és a magányos sziget fái susogtak az esti széltől, lehet-e látni a széltől félreingatott lombok között megnyílni egy ablakot, melyen halvány arc nézett lopva ki, s néha az ajtón egy fehér női alak suhant ki, félve és futva. A hold ismét úszik csendesen a felhők fölött, elelbújva s átragyogva. A vízen egy keskeny csónak úszik lefelé, az evezősön kívül még egy férfi ül benne. A szigetparton kikötnek, a hajós megállítja társát. Uram, nem kellek tovább, akár elvesz miattam. Örömes szolgálnék még, mert jól fizetsz. Első vagy a varkoniták között, aki úgy szereti a pénzt. Tatár volt az anyám, és aranyat csodált meg. Ha megfizetsz érte, még az ő sírját is megmutatom. Nincs rád több szükségem. Talán mégis. Megfizettél, hogy beszéljek, most már fizess meg, hogy hallgassak. Valóban. Na, most juttatod eszembe, fogadd ezt, hogy hallgatni tudj. A hajós tenyerét nyújtá az ajándék elé, de az egy gyilok volt, mely őt szíven üté, és amelytől örökre megtanult hallgatni. A férfi az erdő sűrűjében tűnt el. A holdfénye besütött a rejtekház ablakán, átlopozva az eléhajló lombok levelein. Benne egy halvány, megtört férfi alak járt, egy gyöngenő karjára támaszkodva sápadtan, mint kísértett. A holdfény úgy illik mind a kettőjük arcához. Hier, ülj a kerevetre, szólt Halilla. Hajst fejedet vállamra, kezedet add kezeimbe. A férfi bágyattan hanyatlik ülőhelyére, szép arca elhervadt, szemeiből kiégett a tűz, homlokát nem emeli többé oly büszkén. Erőtlen vagyok, ugyebár, szólt reszketek hangon. Kezem hideg, mint a jég, és fejem forró, mint a tűz. Szegény nő. Miért sajnálsz engem? Én boldog vagyok, hogy ápolhatlak. Menyasszony éjed óta szüntelen. Elhervadtam, mint a letört gaj. Valaki megátkozott engem, s az átok mindkettőnket ér. Te is együtt hervadsz el velem. Jobb sorsot érdemelnél. Ne csüggedj, még leszünk boldogok, szólt a nő, de ajkai rebegése tanúsítá, hogy zokogását alig bírja visszafolytani. Gondolod? Gyógyított valaha íraló hasonló betegséget, mint az enyém. A vénjós ott a sziget alatt azt mondá rólad, hogy tested épp, hanem a lelkem beteg, ugye? Azt elhallgatá. Tehát meg fogok gyógyulni, nem sokára. Még az éjjel ígérte, hogy fájdalmaittól megszabadulsz. Még az éjjel. Sóhajta elemér, és gondolá, hogy akkor azután vége lesz mindennek. A halál sejtelme csalhatatlan. Elemér szomorúan tekinte Halilára, s megsajnálta a szegény nőt, s azt gondolá, hogy ne legyen ott, midőn meg fog halni. Jó nő. Tehát a vénjós azt ígérte, hogy számomra gyógyfüveket fog küldeni. Még az éjjel kell értük mennem. Miért éjjel? Tudod, hogy nappal félve hagyhatom el rejtekünket. Ó, igaz. Hisz mi titokban élünk itt.
Senki sem üzent, senki sem keresett, mióta itt vagyunk. Nem vettem észre. Élve temettek el, gondolá Elemér búsan. Na jól van. Nem sokára megszolgáltuk a sírt. Ott is jó lesz feküdni. Na, tehát menj a vénjóshoz, deréknő, és aztán megjöjj hamar. El ne feledkezzél, ha a szent fákhoz jutsz, értem imádkozni. Minden gondolatom, imádság te érted. Köszönöm. Köszönöm. Hadd megcsókolnom kezedet. Arcodat ne, elhervadna a lehelletemtől. Te áldott teremtés. Kivéd meg téged, ha én nem leszek. Aj, eredj! Eredj, eredj! Könnyezni látlak. Ha visszatérek, mosolyogni lássalak. Szegény asszony. Ez minden boldogságot. Könnyem, ha távozol. Mosolygásom, ha jössz. Áldjon meg az ég. Áldjon meg úgy, ahogy megvoltál átkozva eddig. Akkor téged kell meggyógyítnia, szólt Halila érzékenyen karolvát hervadó kedvesét. Megállj még. Úgy fázom, úgy reszketek. Hiába takargatsz. Perzsia minden prémesen melegít fel engem. Add ide kardomat. Ne kérd minek. Jól esik, ha megtapinthatom a vasát. Halila oda nyújtál kardot, Elemér lázas örömmel szorítás szívéhez. Így. Így, így, most már nem reszketek. A varkonitáknál ősi szokás volt, hogy mikor a férfi haldoklott, mellé fektették a kardot, és azzal együtt temették el. Elemér előre gondoskodott magáról, azután gyöngéden megsimogatá Halila fürteit. Vigyázz magadra az úton, az ég oltalmazzon. Légy boldog örökre. Miért mondod örökre, kérde a nő keserű előérzettel. Utolsó áldása volt ez neki. Isten veled, susogá, még egyszer megszorítva kezét. A nő megcsókolá hideg homlokát. Míg visszatérek, álmodjál édesen. Bennem minden érzés azt súgja, hogy te újra felvirulsz. Én boldog vagyok, ha arcod láthatom, s álmait felett virrasztani nekem mennyei üdv. Mielőtt a göncöl elfordulna, visszatérek, és a hajnal új napot hoz. A nő eltávozott, csókot és könnyes pillantást vetve vissza a küszöbről. Több hajnal nem jön föl én rám, sóhajta Elemér. Légy boldog örökre, suttogám időn, az nem is hallhatám már. A hold mélafénye szüntelen változó alakot fejte az ingatott lombok közül a padozatra, s Elemér ábrándozva, álmodozva maradt ott magában, s beszélgetett, vagy tán csak álmodott, s azt hívé, hogy beszél. Ketten maradtunk ismét, te és én. Mit akarsz? Hová csalogatsz? Ha nem vagy élőlény, miért jelensz meg előttem? Miért lopott ki belőlem a lelket? Miért mosolyogsz rám? Itt és ott, és amott és mindenütt, ahová nézek, előttem állsz. Látlak. Kezedet szorítom, arcodra nézek, hallom hangodat, beszélek veled, és mégsem vagy senki. Nem látja más alakodat, csak én. Ülj mellém. A sírba is velem fogsz jönni. Tudod, mit gondolok most? Ha e percben, ahogy így keblemen fekszel, e kardot itt a te és az én szívemen egyszerre keresztül ütném, hogy soha el ne válhatnánk egymástól. Mit szólsz hozzá? Azt nem, de hogy kezemet nem bírom megmozdítani. Már félig álmodom, és nem tudom magamat ez álom ellen védeni. Azt hiszem, hogy látok, mozgok és beszélek, pedig szemem zárva van. Ajkam néma, kezem mozdulatlan. Jól tudom, hogy ez álom. És nem tudok belőle fölébredni. Jó,
Ez az érzés öl meg engem. Látod? Látod, ha élő lény volnál, milyen boldogok lehetnénk együtt. Még most meg kell ölnöd, hogy olyan lélekké tégy, miként magad. Te is szeretsz nagyon, jól tudom én azt, de egyre nem gondoltál. Hát, ha neked itt kell maradnod, míg én tovaszállok. Ugye, hogy elkomorodtál? Sírsz. Miért nem nevetsz meg? Ó, értelek, ha én meghalok, te is meg tudsz halni, és akkor mind a ketten egy helyre megyünk. Tehát a szellemek találkoznak a túlvilágon. Úgy boldogság meghalni. Te is vágyódol oda. Ez örök álom országba, ott leszünk. Harmadnap este, hogy én elhagyom a földet, és te is utánam jössz. Addig én elkészítem a vőlegényi sátort napsugárból, szivárványból, éjszakfényből, fellegborulásból. Ott fogunk lakni örökké. Ott fogunk örökké álmodozni. Ott megmondod nekem, ki voltál itt a földön. Ott el nem válunk egymástól soha. Elemér teljes gyönyörrel emeli föl álom mosolygó arcát, és tagjai reszkedtek a kéjtől, mely lelkét elfutotta. E percben halkan felnyílt a hajlék ajtaja, és a küszöbben megjelent ama férfi, akit a megölt hajós a szigetre hozott. A jövevén csöndes léptekkel járult az alvó ifjú elé, meglátta, hogy milyen halvány, a láz gyötörte éppen. Valóban sápadt fiú, dörmögi az idegen, a szerelem megárthatott neki. Alszik, mosolyog, álma nyugtalan, szerelemről álmodik, ijegységre fog ébredni. Ezzel halkan odavivé jéghideg kezét Elemér arcához, és végig simítál rajta. Az ifjú felriadt az ellenszenves érintésre. Ki az? Mit akarsz? Kérde az előtte álló alaktól. Ha megmondom, hogy ki vagyok, megtudod, hogy mit akarok. Feleles leereszté hosszú köpenyét. Az én nevem Kublai Emir. Elemér meg sem indult e szóra, keserű mosolyjal mondá, ismerlek. Megtudtad, hogy haldoklom, s eljöttél, hogy meglásd, mint múlok ki. Áldom a sorsot, hogy nem halálod után jöttem. Miért? Mert akkor nem ölhetnélek meg, balga ember. Tehát dicsőséget akarsz abban lelni, hogy ez az utolsó csepp véret kell nekem, mely még ereidben téveik. Te nem tudod, mit cselekedtél, midőn a király leányát elszöktetéd. Disabul országát vesztette emiatt. E leány dalmának kellene ülvenni, és ha ez úgy történik, akkor tudva lehet, mit másként bebizonyítni nem lehet, hogy dalma nem férfi, hanem leány. Új nap gyulladt egyszer Elemér szívében. Örvendetesebbet nem mondott neki soha senki, mint halálos ellensége. Megújulva az öröm rohamától emelkedik fel ágyáról. Ó, tehát te vagy az. Tehát te vagy az mégis. Világ derül agyamban. Most látlak utolérhetetlen nagyságodban, ó én bálványom, most már százszor kedves előttem a halál, mert várhatok rád a túlvilágon, imádlak. Lelkedet bámulom, szellemed volt az, mi körülöttem lebegett mindenütt, a te arcod volt az, mit előttem láttam. Tégedet ígért a sors nekem, az ígéret nem-e világra szól, lesz hát szebb világ. Ást meglátod azonnal, szólt Kublai kihúzva kardját. Hajtsd meg fejedet! Elemér egyszerre büszkén egyenesedett föl, visszatérő lelke még egyszer arcába, és szívébe hajtá vérét. Mikor hajtotta meg nyakát nemzetembeli férfi a halálcsapás előtt? Oroszba jöttél ölni! Tanuld meg hát, hogy az oroszlán még haldokolva is oroszlán, és szemedbe néz, és fogat mutat.
és ezzel fölkapta öltönye alá rejtett kardját, megvillantást a holtsugárban, kényszerítve ijedtem visszaszökni orgyilkosát, ki magáért kezdte már aggódni, és az ajtó felé tekinte. Jöjj! Látod, hogy én nem mehetek? Hívá Elemér félkezével székekarjára támaszkodva, míg másikkal kardját emelé. Kublai óvatosan közelge vissza, a két kard előbb halkan csattant össze, a viadal mindig hevesebb lett. Az acélok szikrákat hánytak a holtsugárban, végre Elemér egy utolsó csapást mért ellenfelére, mely, ha azt megéri, ránézve is utolsó leende. Kublai ilyetten ugrott félre, stétovázni látszott. Pihenj meg, szólt gúnyosan Elemér, várd el, míg a halál önként elejt, akkor jöjj nekem. De még egy ízem mozdulni tud, addig ne közelíts, mert vezetőnek küldlek a más világra. Kublai nem merte őt megtámadni többé. A hős azonban érzi, hogy szíve mind lassabban dobog, végre közel volt már a vég, csak néhány lélegzete lehetett még hátra. Elemér ezt visszafolytá, úgy akart meghalni állva, karddal a kezében, hogy ne vegye észre egy gyáva, midőn keble utolsót dobban, hogy ajka csukva legyen, szíve meg ne mozduljon, midőn kebelébe ütendi vasát. Ó, dalma, szeretlek, sóhajtá még egyszer, s azzal összerogyott. Kublai fogai csikorgatá, hogy vér nem jött döfés után a sebből, melyet a haldoklón ejte, s arcán egy torzvonása sem volt a fájdalomnak utána. Azzal ördögi vér örömmel foglalt el a holtifjú helyét, s annak karszékében ülve várta, míg Halilla visszaérkezik. A nő gyorsan járt, imádkozott a szent fák alatt, felkereste a jóst, az gyógyszerül egy tubafa ágat adott neki férje számára. Halilla, mintha sejtené, hogy e falombjai csak a holtak számára zöldülnek, az útfélen saját maga számára is szedett gyógyfüvet, haláladó bürköt. Így jött aggodalomtól dobogó szívvel a kis hajlékba vissza, s még a küszöbön susogá, Elemér, jó férjem, alszoles, odasimult és kezét kinyújtá kereveten ülőjé után. Azon percben fölemelkedik az emír, és fagyos gúnnyal felelé, nem alszom. Halilla hátra tántorodék, a szó elhalt ajkán. Kublai fenyegetőn húzódott közelebb hozzá. A férj itt fekszik, lábaimnál, e kardon az ő vére piroslik. Nem óhajtod-e, hogy a tiéddel egyesüljön? Halilla e pillanatban azon ritka nemével a lélek jelenlétének, mely az őrültség rettentő határán szokott megjelenni, ismerős mosolygást kényszeríte arcára, s kezét nyájasan nyújtva Kublai elé nyugodtan szólt. Hozott az ég. Kublai megütközve tekinte a nő szemébe. Te engem üdvözölni mersz. Megcsalhatni vélsz-e? Üdvözöllek, mint megszabadítómat. Ez ember erővel rabolt el engem. Könnyű volt ott a győzelem, ahol nincs ellenállás. Te azonban nagy könnyen hozzászoktál szerelméhez. Mondd, gyűlöletéhez. Nem férjem, tömlöszőröm volt nekem, nem gyöngétség, kínzás, üldözés, keser volt, amit nála találtam. Értetlenül beszélsz. Ha gyűlölt, miért rabolt el? Te nem értesz mindent. A kagán meg akart tőlem menekülni, mert ő is mást szeretett. Kublai meg volt lepetve. Kénytelen magában elismerni, hogy e nő igazat beszél, mert azt is tudja, amit ő csak sejtett. Tehát a kagán maga szöktetett el vele, hanem ő örömest ráállt erre, mert szerelmes volt beléd. Nem volt-e az? Ő is mást szeretett. Én csak fogja voltam. Mást. Nem tudtad meg, hogy kit? Álmaiban sokszor beszélt elérhetetlen tündérképekről.
Kublai összeveti azokat, amiket Elemértől hallott, és gyanúja mindig erősebb lett, hogy Dalma őt szerette, és szeretteték általa, s tudám bámulni azon női szívet, mely ennyi lemondásra képes. És te miért nem iparkodtál innen megszabadulni? Az csak az ő holttestén keresztül tehettem, és íme láthatod, hogy nálad nélkül is meghalt volna. Mit beszélsz? Lassan ölő mérget kevertem ételek közé. Suttogá Halilla, de meg is állt, hogy magában bocsánatot kérjen Istentől a hazugságért, melytől lelke visszaborzott. Ó, mely örömest halt volna meg vele együtt! De most apja vére lángolt fel szívében, és föltevé, hogy élni fog. Kublai hitetlenül rázzá fejét. Ím lássad, most is bürköt hoztam a parti ingoványból, míg ő aludt, és e tubafagai is számára volt letörve. Kublai csodától elfogva kiállta fel. Astarótra! Én nő nagyobb ördög, mint maga, Astarót! Egy gondolatom támadt. Én meg akarom tudni, hogy ki volt-e férfi rejtélyes kedvese. Miként? A varkonitáknál ősi szokás, hogyha valakit meggyilkolnak, és gyilkosa nem ismertetik, a holttestet a legközelebbi rokon ravatalra fektetve viszi a kagán elé, s felhívja mindazokat, akikre gyanúja van, hogy kezüket a holt sebére téve esküdjenek meg, hogy halálában nem vétkesek. Ha a seb vérzik, az azt jelenti, hogy a gyilkos tette rá kezét. E törvényszék a zomotor, a halál újítás. Te elhozod a kagán elé a halottat, én balfelől állandok trónja mellett, hogy arcát szemlélhessem. No, minek örülsz? Halila nem bírta arcán eltitkolni az iszonyú örömet, mely szívében támadt. Azon örülök viszonza, hogy az is ott leend, akit gyűlölök. Te is, a hulla is fátyollal lesztek letakarva. A vérehagyott tetem senkinek sem leend árulója, holt arcát nem láthatja addig senki, és ekkor egyszerre felrántod róla a leplet. És akkor az, akinek is szerelmese volt, nem fog-e magáról elfelejtkezve rögtön odarohanni hozzá, és ha el tudta titkolni szerelmét, lesz-e elég ereje eltitkolhatni fájdalmát? Valóban el fogja árulni magát, szólt elgondolkozva tervén a nő. Kezetre jár, szólt Kublai örömmel. Kezeim között tartom őt, suttogá Halilla. Kit? Azt, akin bosszút akarok állani, szólt a nő. Megrázva Kublai kezét, ki nem vette észre azt a fenyegető villámot, mely e percben a hölgy szemeiből feléje lobbant. Apja vére lángolt fel a nő szívébe. 5. fejezet. A honalapítás ünnepére összegyűlt szent berkeiben a nemzetnek színe java. Azon napok emlékére volt ez ünnep szentelve, mikor még a varkoniták szegény rabszolganép voltak, és puszta erdeikben idegen elnyomó számára kovácsoltak kardot, láncot önmaguknak. Saját kezüktől elejtett vadállatok bőrébe öltözve jelentek meg a férfiak, saját kezük szőtte öltönyökben a nők, mint egykor Bertezen a idejében, így állt Dalma is közöttük, vállain fényes párducbőr keresztül kötve, mely gömbölyű vállát és karjait engedély láttatni, miknek gyöngéd idomzatán minden mozdulatnál kitűnt a férfi erőre szoktatott izmok játéka. A hölgyek szemérvesen tekintének daliás kagányuk alakjára, büszke önérzettel a férfiak, és Dalma elpirult érezve, hogy termetére férfiak tekintete van függesztve. A vezérek üllőt, kalapácsot és vasat hoztak elő, Dalma izmos kezébe fogá a nehéz pörőt, s a nép színe előtt a szikrázó vasból kardot kovácsolt,
egyet azok mintájára, amikből négy ér fel egyel, és azt fölemelve fogadástőn, hogy Bertezén a utódait nem engedi rabszolgákká lenni soha. Szemei könnyeztek, midőn beszélt, s a nép azt hívé örömkönnyek. Ekkor nyakába akaszták a fejedelmi kacagányt, s egy magas fatörzsre, mint trónra felültették. Hasonló trónról osztá egykor Bertezen a parancsait. A nép választottai tisztelegve járultak eléje, jött legelőbb hét agg rabombán, s a legvénebb megsimítva őszhaját szólt: üdv neked, ó dalmaki, megtartád, amit apáid szereztek, lásd hazádat felvirulva, s légy áldott. Boldog, aki alattad születik, és boldog, aki alattad hal meg. Éj sokáig. A hét vén rabombán elvonult, jött utánuk hat vezér, a hetedik, a legifjabb nem volt ott. Senki sem tudta, hová lett. Pedig neki kellett volna elmondani e szavakat, miket az utána legifjabb vezér mondta el: üdv neked, ó dalma, ki népek urává tetted nemzetünket, légy erős, légy hatalmas, három tenger legyen országot határa, s az egész ég legyen boltozatja. Éj dicsően és sokáig. A nép azt hívé, dalma örömkönnyeket sír, az volt akkor is eszébe, hogy e szókat Elemér szájából kellett volna hallania. A vezérek után jött hét ogúrnő, tisztes, komoly arcú hölgyek. Üdv neked, ó dalma, szólt az első, ki határainkat megvédted vad ellenségtől, és boldogságot és jólétet árasztál tűzhelyeink körül. Légy olyan boldog egykor, mint mi mindnyájan vagyunk. Láss örülő családot magad körül, délceg fiakat, szelíd leányokat, kikben te magad légy megdicsőülve. Éj sokáid! Dalma keserűen tekinte a szónoknőre, ki oly szomorú gúnyt mond a reá áldásképpen. Hét fiatal szűz jött ekkor elő vadrózsával, s liliommal koszorúzva, pirulva pihegő kebellel járult elé a kiválasztott hajadon, nem mert reá feltekinteni, midőn rebegő hangon szólt: légy áldva, ó dalma, ki bennünket hazát szeretni tanítál, szerelmedért jutalmazzon szerelemmel a sors, mindenkitől légy szeretve, s legjobban szeretve egytől. Dalma kezeibe rejté arcát. Végre hét kisded jött elő, kisvezérük bátran állt a kagán el, és elmondá rövid üdvözletét: üdv neked, dalma, s magától utána tevé, ha megnövünk, mink is veled megyünk a harcba. Dalma sóhajtva tekinte szét. Mindenütt örvendő arcok vették körül, a nép boldog volt és derült, a fák fel voltak koszorúzva, az erdőben elszórt csírok beültetve lobogó kopjákkal, csak az ő lelke volt sötét. Az áldás nem fogott rajta. Majd jöttek a hegedősök, húros hangszereiken nemzeti dalokat verve, megszólalt a koboz és tilinkós, míg az ifjú szitja leányok hőskölteményeket daroltak, körbeállt a fiatalság, s eljárta a dali táncot, az ifjak kezeikkel a csatát utánozva táncoltak, közben a hölgyek szelíd éneklése zengett. E pillanatában a közörömnek egyszerre szomorú kürt hang rivalt meg a háttérben, s míg a mulatozók botránkozva tekintének az ünnepét zavaró gyászhangra, dalma mellett egy baljóslatú hang szólalt meg: ez a zamotor hangja. A kagán megdöbbenve tekinte oda, Kublai állt mellette, trónjára könyökölve. A gyászhangok mindig közelebb érkeztek. Nem sokára lehette látni a szekeret, melyen fehér lepellel leterítve és zöld gajakkal körültűzve állt a gyászravatal, mellette földig lefátyolozott nő haladt. A kikiáltó kürtjébe fújt és szólt: dicső kagán és egybegyűlt férfiak!
az előttetek álló gyásznő nevében tudtotokra adom, hogy a nőtetemre hív benneteket általam, melynek engedelmeskedni tartoztok haladéktalanul, és ha az első vezér vagy maga a kagán volna is, akitől a nő hívni fog, az tartozik kezét a meggyilkolt sebére téve leesküdni a vádat magáról. Szent a törvény, és áll mindnyájunk felett. A férfiak néma főhajtással fogadák a kikiáltó szavát, maga Dalma is leszállott trónjából inte a gyásznőnek, hogy hívja fel mindazokat, kikre gyanúja van. Halila csendesen körültekinte sűrű fátyola alól, és amint a férfiak egyenként végig lépdeltek előtte, kérdezve, van-e rám gyanúd, némán inte nekik, hogy menjenek tovább. Egyet sem hívott a hullához. Kire gyanakszol tehát, jó asszony, kérdé Dalma, miután az mindegyiket elutasítá. Halila ekkor megpillantá Kublájt a trón mellett, s rámutatott egyenesen. Őreá, kiállt a Dalma megdöbbenve. Ő Disabul követe. Tudom, felelt Halilla, kikelt hangon, s újra inte Kublaj felé. Ez dű és félelemtől reszketve húzódék hátra. Ez asszony örjöng, hebegé, én nem tartozom törvényeitek alá. Törvényeink nem ismernek különbséget, szólt Dalma. Ha e nő gyanúja alaptalan, és te ártatlannak érzed magadat, nincs miért rettegned. De ha bűnös vagy, itt vétettél, itt lakolsz meg. De e nő engem félre ismer, ismerlek jól, szólt közbe Halilla. Magad megvallád, hogy te ölted meg férjemet, jár, tedd sebére kezedet, hadd szóljon a seb. Kublaj húzódozva lépett oda, és fogcsikorgatva súgá Halilának. Elárulál, de el fogsz veszni te is, gondolj Astarótra. Miért nincs 10 életed, hogy férjemért áldozhatnám valamennyit? Legyen tehát, szólt Kublaj, és kezét vakmerően a holt sebére tevé. Mindenki elszörnyedve szökött vissza. A vér egyszerre elkezde felszökelni a sebből, és elborítá a szemfedőt. Gyilkos! Kiáltának az emberek visszaborzadó düvel. Te vagy-e férfi gyilkosa? Szólt Dalma szigorú hangon. Igen, én! Kiállta egyszerre vakmerően Kublaj, lásd meg, ki volt az, akit megöltem! És ezzel felrántá a szemfedőt, mely alatt elemér holteste feküdt, hidegen, sápadtan. Dalma, mintkit a villám ütött meg, rogyott össze a holttetemre szívszaggató hangon kiáltva, elemér! Kedvesem! Fájdalmad elárult, harsogá Kublaj diadalmában. Te nő vagy, és a férfi szerelmesed, trónod enyém. Tiéd a vérpad, szólt Dalma fölegyenesedve fájdalmas dühében. Nincs hatalom, mely megmentsen bosszumtól. Így-így bíztatá Halila megfogva Dalma kezét. Ne hagyd őt kezeit súlyát kikerülni, tard össze, semmisítsd meg. Ölje meg a bakó, temessék el a hollók, sirassa meg a vihar, átkozzam meg én. Te nem parancsolsz e földön többé, kiállt a Kublaj. Én országvilág előtt vádollak, hogy nem vagy férfi, hanem leány, s országod emiatt Disabul országa lett, néped az ő alattvalója, te magad az ő rabszolgája. Tedd le fejedelmi pálcád! Fejedelmi pálcám, e kard! Szólt Dalma fölemelve azon kardot, melyet az imént kovácsolt, s miként egykor őse Bertezana éppen úgy vágta ketté Kublajt, hogy két része jobbra-balra hullott. És most kardom mutassa meg, férfi voltam-e vagy, asszony? Néhány hó múlva megkezdé Disabul tatár szövetségesével a harcot a varkoniták ellen. Dalma keresni látszott a halált, egyetlen jótevőjét még a földön. Nem is sokáig váratott az magára egy dicsőséges viadalban a sereg élén csatázva. Elhullott. Holteste úgy elveszett,
hogy senki sem talált rá többé. Dalma halála után a varkoniták felkerekedtek egész nemzetestül, és elmentek jobb hazát keresni. Inkább elhagyták ősi országukat, mintsem rabszolgák maradtak volna benne. Utóhang a varkonitákhoz. Mennyi bombaszt, fogja mondani a századvégi olvasó, ha a kuriozitása rávitte, hogy ezt az elbeszélést átlapozza. És igaza lesz. Bíz, ez már mind bombaszt mai napság. Tehát ennek az elbeszélésnek is ecet ágya van. Nem regénynek készült ez, hanem drámának. 1853-at írtunk, a Bach korszak virágévadját. A földön feküdt minden. A magyar kezdte megszokni a kényuralmat, a rabrendet, az idegen szót, az új intézményt. Nem volt már semmi reagálás a szabad, a nemzeti irányban, csak még néhány exaltált poéta Kebrében. No, azokról meg gondoskodva lett a cenzúra intézménye által. Nyelvünket nem értette senki az államalkotó elemekből. Elkezdve a helytartón, folytatva a megyefőnökön, a rendőrfőnökön, a biztoson, a végrehajtón keresztül, egész le a súlorátig. Csak a cenzor kötelessége volt érteni az átkozott finn-ugor idiómát. Amiket most te, boldog idők szülte olvasóm, furcsa bombasztoknak fogadsz, abban az időben egy refraktárius magyar írónak jajkiáltásai voltak az alvó nemzethez, áthelyezve a Kokonorhegyi szakadékok közé, szájába adva soha nem élt királyoknak és királyleányoknak, de megértve, átgondolva egy élni akaró, tetszhalott nemzettől. Ez a mű így regény alakba csak jóval később, egy enyhébb korszakban láthatott napvilágot. Eredetiben ez drámának született, ide kell egy pár korrajzoló kontúrvonás. Két cenzor volt ez években a magyar irodalom fölötti bírói székbe ültetve. Az egyik firtatta a könyvalakú termékeket és a hírlapokat. Könnyű volt neki, mindössze 4 hírlap jelent meg Pesten. Ez egy malíciózus, rosszindulatú, hóhérnak született pribék volt, a nevére nem emlékezem, akit meggyűlölök, azokat el szoktam felejteni. A másik egy becsületes, jóakaratú, élni és élni hagyni szerető teremtés volt, ennek a nevét megtartottam, Csehalnak hitták. Erre volt bízva a színművek és színi előadások ellenőrzése. Én tehát, aki már akkor is ravasz, furfangos politikus voltam, előre tudva, hogy ilyen hazafiúi frázisokkal duzzadó regényfélét a nyomdafesték reprodukálni nem fog, a numero egy cenzor szigorúsága miatt azt fundáltam ki, hogy ugyanezt, mint színművet fogom a letargiás közönséggel inhaláltatni. Csehal úr kegyes elnézése mellett. A stratagéma teljesen sikerült. Az én derékbecsületes csehallom a következő referátumot nyújtá be a rendőrtanácsosnak a Dalma című drámámról. Dieses Spektakelstück ist ein Machwerk, welches geeignet ist durch exotische Dekorationen und kuriose Kostüme ein zahlreiches Publikum ins Theater anzulocken. Az Isten áldja meg ezért a jó rekomendációért. A Dalma előadása a Nemzeti Színházban meg lett engedve. A hatása nem maradt el, talán egyéb is közreműködött, mint az exotische Dekorationen és kuriose Kostüme. Fenn is tartotta magát egész addig, amíg a Bach-rendszer fennállt. Akkor aztán félretettük, mint ahogy kitesszük a szobából a vaskályhát, mikor a tavasz kinyílik. Így lett később belőle regény, veszett fejsze, új nyélbe sütve.
A kalóz király. Első fejezet. A vihar elcsendesült, a tenger kinyugodta magát, a sík vízszínen üres hordók, tört árbóc darabok libegnek síremlékei elsüllyedt hajóknak. A vészhojszák mind eltűntek az ivatarral együtt, ki tudja mely sziklákra térve vissza. A tenger felett most a repülőhalak ügyetlen ficánkolásait látni, tartós jó idő előjóslatául. Egy a vihart kiállott brigantin húzódik nagylassan végig a csaknem szélcsendű tengerem. Minden kéz mozgásban van rajta a vihar okozta károk helyrehozásában, a segélyárbocok helyre vannak állítva, most azokat pántolják körül. A legények a levegőben csükkve dolgoznak, a tépet vitorlákat göngyölgetve, és a hajó erősen féloldalt fekszik, ami arra mutat, hogy az ivatarban kihányták belőle a fenéksúlyt. A hajótömő kalapácsok ütésein és a csavarkerekek kattogásán kívül nem hallik egyéb hang, mint a kapitány szava, ki a fő árbocnak támaszkodva egy térképről iparkodik, ki ismerne a helyet, hova a vihar által elveretett. A delejtő mozdulatai mindig erősebben látszanak őt tájékozni, olykor közbe-közbe szól egy altiszt egyhangú kiáltása, ki a fenék fonállal a tenger mélységét méri. Végre a kapitány keresgélő ujja egy szigetcsoporton állapodik meg, és a legnagyobb hidegvérrel mondja, a Los Landrones előtt vagyunk. Azon pillanatban egy hang kiált le az árbóc kosárból. Föld! A kapitány anélkül, hogy arcán egy vonás elváltoznék, ismétli hidegen, Los Ladrones. Azzal nyugodtan összegöngyölgetve a térképet, egy kis ezüst csípot vesz elő, és jelt adva vele parancsot oszt altisztjeinek, hogy a hajós nép fölött tartsanak törvényszéket azon eseményekért, mik a múlt éjjel zivatar alatt történtek. A rablószigetek néhány mérföldnyi távolban látszanak előtte, ágyúi nincsenek, vitorlái meg vannak rongálva, és ő mégis olyan nyugodt lélekkel oszt ítéletet emberei fölött, mintha otthon a legnagyobb biztonságban ülne az esküdtszéki padon. Ki parancsára hánytátok a tengerbe a betegeket? Kérde a kapitány szigorú arccal fordulva a legénységhez. A doktor parancsolta, felel egy vénhajós. Önte viaszt, Scudamor, kérde a kapitány visszafordulva, hogy egy magas szikár férfi arcába tekinthessem. A felszólított arca egyike volt azoknak, amelyek első tekintetre szelídeknek, símáknak látszanak vonásaik, ha mosolyognak, képesek csábítók lenni, még egyszerre egy el nem takarhatott gúny, vagy bosszú rándulat ördögi torszképpé nem kuszálja a behízelgő tekintetet. Ön maga parancsolá, Rolls kapitány, szól mosolygó arccal, és édes lágy hanglejtéssel az orvos, mint ha valami nemes cselekedetről volna szó, melyet túl szerénységből hárít el magáról. Midőn a hajó lyukat kapott, ön leizent, hogy a fölösleges terhet a vízbe kell hányni. A tengerészek előbb kihányták a fenéksúlyt. Ön újra leizent, hogy ki kell hányni, amit még lehet. Ekkor kivetették az ágyúkat, az ágyúkért pedig nagy kár volt, mert azokra nem kevés szükség van, kivált, mikor az ember a Los Ladrones szigeteket látja maga előtt. De még ezzel se volt a hajó megszabadítva. Ön újra sürgetősen parancsolá, hogy mindent bele kell hányni a tengerbe, ami haszontalan teher a hajón. Úgy, de már akkor semmi se volt haszontalan teher a hajón, csupán az ezüst rudak és a betegek. A legénység tanakodni kezdett, hogy melyiket vesse ki a kettő közül. Én feleltem a tanácskérésre, az embert nem kérik tőlünk számon, ha Londonba érünk, de az ezüstöt igen. S íme tanácsom által az ezüst megmaradt, és a hajó megmenekült. Doktor Scudamore, szólt a kapitány hideg nyugalommal, ön ez embertelen tettért
rangjától megfosztatik, vasra veretve a hajó fenékbe fog vitetni, és Londonba érve átadatik a királyi törvényszéknek. Vitorla! Kiállta a kormányos a kerék mellől, többen odatekintve aggodalmas suttogással rebegék. Kalóz! Scudamore bántó mosolygással fordítva sötét-zöld szemeit a kapitány felé, mint egy rögtön elrekedt hangon mondá neki gúnyosan. Úgy hiszem, hogy célszerű volna büntetésemet néhány órával elhalasztani, addig az ideig önnek vagy másnak szüksége lehet rám. Az nem tartozik önre, viszonzár Rolls kapitány. Orvos nélkül meghalni, vagy orvos által tengerbe dobatni, körülbelül úgyis mindegy. Látja, ön pedig utóbbi is jobb lett volna önnek, ha legelőször mindjárt a betegekkel könnyebbítette volna meg a hajót, ahelyett, hogy ágyúit vetteték ki, mert amazokot jól ellátva szoktak lenni ágyúval, és nehezen hiszem, hogy kölcsön lehessen tőlük kérni. Hanem, hiszen ez az ön dolga. A kapitány némán inte, hogy az orvost vigyék a hajó fenekére. Azzal parancsot adott ki, hogy az ezüst rudakat a legalsó üregekbe elrejte, mindenki rendelt helyére álljon, elkészülten bármely támadásra. Maga fegyvereit kezébe véve szokott emelvényére állott, és anélkül, hogy útjából legkevésbé eltérne, minden vitorlát felhúzatott, és a függő ágyakat a melvédekhez támaszta. A kalózhajó ezzel a teljes vitorlákkal repült a Brigantin felé. Már ki lehet-e venni fekete zászlóit, és egy ágyúlövés, melynek golyója Brigantin vitorlái között süvöltött el, volt az első megszólítás a rablók részéről. Rossz kapitánynak nem volt ágyúja azt viszonozni. E hallgatást félelemnek magyarázták a kalózhajón, és egy rabló kiállva a hajó orrára átkiállta iszonyú dörgő hangjával a szócsövön keresztül: Ha-ho! A kapitány egy szóra! Gyertek ti kettőre! Volt rá felelet, és egyszerre minden árbocra felrepült a hadizászló. Irtóztató ordítás támadt erre a kalózhajón. A kapitányi emelvényen egy magas szürkemellényes férfi vörös övvel reket rikácsoló hangon osztá parancsait, mire a vitorlák fele behúzódott, csak könnyűhajú egy merész fordítással szél elé került a Brigantinnak, egyet sem lőve rá ágyúval, mint oly biztos martalékra, melyet kímélni kell. A kalózhajó orrára egy csodálatos emberi szörny volt faragva. A hajó névképe a tengeri ördög, a kalózok baromtréfájaként Davis kapitány tulajdonképp más, akinek pofáját egy szétpattant kartács úgy összeszaggatta, hogy nem lehetett benne egyebet látni egy eleven halálfőnél. A kalózok démoni vakmerőséggel csaptak a Brigantin mellé, amelynek védői még mindig néma mozdulatlanságban vártak rájuk. Azon pillanatban, amikor a horogkarmok a párkányba vágódtak, Rolls egy intésére megdördült egyszerre a tengerészek sortüzelése, és mire a füst eloszlott, a két hajó már szorosan egymáshoz volt kapcsolva, a lövés néhányat leölt a kalózok közül, a többiek félrerúgva társaik holttestét, iparkodtak a Brigantin bordáin felmászni, nem törődve a rájuk irányzott lövésekkel. Pillanat múlva férfi ellen küzdött szemtől szemben, karddal és késekkel, düvel támadt az egyik, hideg vérrel védte magát a másik, egyik sem félve a fegyvertől, és nem törődve sebeivel. A tengerészek jól küzdöttek. Rolls kapitány bátor nyugalommal ült a helyén, farkas szemet nézve a halálfejű vezérrel, ki már harmadszor lőtt rá, annélkül, hogy az csak fejét is félre kapta volna. Lássalak! Kiáltá végre dühösen Davis. Te vagy-e hát az ördög, vagy én? Utánam, gazemberek!
és azzal fogai közé kapva kardját, jobbjával egy súlyos kalapácsot forgatva feje fölött a brigantin födélzetére ugrott, kettőt a tengerészek közül egy perc alatt agyon sújtva, a kalózok agyarkodó ordítással veték magukat a törtrésre, és a tengerészek ilyetten kezdtek hátrálni, inkább elrémülve a kalóz vezér halálfő arcától, mint kezei erejétől. Erre Rossz nyugodtan kivonta egyik pisztolyát övéből. Te nem fogsz engemet eltalálni, kiállta rá vigyorogva a halálfejű kalóz, szemei rémes forgatásával iparkodva zavarba hozni a kapitányt. Ez lőtt, s akik azon pillanatban Davisre tekintettek, egy véres csillagot láttak meg homlokán, ahol a golyó befúrta magát. A kalóz egyszerre mindkét kezével kapta meg pörölye nyelét, és azzal álló helyében holtan összerogyott. A kalózok egy pillanatig megrémülve vezérük elestén már el akarták hagyni az elfoglalt tért, midőn egy közülük diadalmas hangon felkiálta: Hurrá, Barthélemy! És azon pillanatban vad ordítás támadt a brigantin közepén. Hat kalóz az alatt, míg az egyik oldalon folyt a csata, csónakra szállva megkerülte az ostromolt hajót, és éppen akkor kapaszkodott fel a födélzetre, midőn a meglőtt kozák vezér összerogyott. Azok is futni akartak vissza, midőn egy közülük egy fiatal, karcsú, napsütötte arcú legény, kondor fürtökkel, a villogó szemekkel a középen ülő kapitányhoz szökött, s azt hátulról átnyalabolva felkapta a levegőbe, s arccal a földre vágta, kikapva kezéből a fegyvert, és térdeivel leszorítá. Senki sem mozduljon, vagy mind el vagytok veszve, kiállt a fiatal rabló bátor csengő hangon, és a zavarba jött tengerészek vezérüktől megfosztva lerakták fegyvereiket a födélzetükre tóduló marcona képű alakok előtt. A diadal Barthélemy volt az ifjú kalózé, társainak első dolga azon, hogy őt vállaikra fölemelve vezérüknek kikiáltsák, borzasztó átkok között esküdve neki ördögre, pokolra és halálra örök hűséget. Egy herkulesi termetű alak felkapta őt karjára, mint egy gyermeket, s felmutatva őt a vérben kacagó alakoknak dörgő hangon kérdezé, ki érdemli, hogy vezéretek legyen jobban, mint Roberts Barthélemy? Senki, senki, arsogák egyhangulak. Akarjátok, hogy legyen vezérünk, kapitányunk, királyunk? Hurrá, hangzék háromszorosan. Megálljatok, kiállta Barthélemy a Herkules vállairól. Valaki nemet kiáltott, azt hallottam. Ki volt az, ordíta az atleta. Szerete valaki a halállal tréfálni? Ne tüzelj, Skyrmi, ne tüzelj, jó óriásom. A szólás szabad. Lépj elém, Lord Simpson. Te szóltál választásom ellen. Lépj elé, derék, Lord, és mondd el, mi kivetőt találsz bennem. A kalózok egy magas, szőke férfiú tuszkoltak baromi nevetség közt Barthélemy elé, ki léha félszegséggel állt meg előtte, s megvetőleg nézett végig az új kapitányon, kezeit zsebeigbe dugva. Okosat szólj, nemes Lord! Mondta Skyrmi fölemelve izomteljes öklét Simpson feje fölött. Mert különben a nyelvedbe harapsz. Azt tenném, ha nem mondanád is, viszont a Simpson arisztokratikus nonchalanszal jártatva végig szemeit érdemes társain. Azt tudjátok, hogy az én apám Lord Simpson volt. Hát hogy ne tudnók? Kiáltának röhögve mindannyian. Az én apám megáltalkodott ellensége volt Jeffreynek, annak a semmire kellő Lord főbírónak, aki Monmouth bukása után rendre akasztatta derék angol protestáns nemeseket. Ez akasztá fel az én apámat is, ezóta nekem nem kell a pápista, meg még kalózvezérnek se.
ezért nem kell lesz nekem te sem, Bartlemáj, mert te is pápista vagy. Skyermi, ahelyett, hogy főbeütötte volna a lordot, felkapta őt a másik karjára, s a rablók hahotája közt összeszorítá őt Bartlemájjal, kivel ott barátságpoharat kellett inniuk, miután Bartlemáj rabló becsületére mondá, hogy amióta megkeresztelték, soha templomba nem volt, és papot soha életében nem látott. Ezzel ünnepélyesen feltevék az új kapitány fejére a vöröstollas vezérkalapot, s tovább tértek a zsákmány felosztásra. Bartlemáj leült egy felfordított tonnára, térdeire fektetve a fekete könyvet, melybe veres betűkkel voltak beírva a rablók nevei, saját kezű kereszt karmolásaikkal, és fennhangon egyenként felolvasá azokat. Néha a felszólított névre senki se felelt, és csak hosszabb hallgatás után dör mögé egy másik: meghalt, elesett, azt rögtön kitörölték a sorozatból. Ekkor elé hozatá a kalóz Rolls kapitányt, akinek a rablók kezeit lábaihoz kötözték, és letevék az árbóc mellé. Bartlemáj megemeli előtte kalapját egész udvariassággal. Bocsánatot, kapitány úr, hogy ezek a fiszkók önt ilyen kellemetlen helyzetbe tették. Ön derék katona, igen vitézül viselte magát. Oldjátok föl ezt az érdemes férfiút. A kezeit is? Kérde egy torzombor szemöldökű kalóz kétségeskedő tekintettel a vezérre. Minden esetre Asplánt kiváltha a kapitány úr szavát adja, hogy nem fog ellenünk semmit elkövetni akarni. Én nem adom szavamat semmire, válaszolt Rossz. Na hát az se baj. Én azt mondám, hogy minden esetre oldjátok fel kezeit, a mi dolgunk vigyázni, hogy valamelyikünket főbe ne üssön. Most tehát lesz ön olyan szíves kapitány, hogy minket felvilágosítant hajója tartalmáról, melyet oly vitézül védett. Ön a Mindszent szigetekről jött, bizonyosan becses terhet szállít. Örök elfoglalták a hajót, szabadságukban állannak minden zegezugát felkutatni, én magam nem vezetem önöket sehova. Ismét igaza van önnek. Legények a födélzet alá! A kalózok egyszerre rohantak le a födélzet lyukakon, és miután egy óra hosszáig a hajónak minden részecskét összemotozták, azzal a szomorú tudósítással tértek vissza Bartlemájhoz, hogy nincs ebben az egész hajóba egyéb egy tonna kétszer sültnél és egy hordó víznél. Rossz nem állhatta meg, hogy a csalatkozott rablók dühén el ne mosolyodjék. Tapasztalhatták önök, hogy ágyúim sincsenek, és gondolhatták belőle, hogy mikor már arra került a sor, hogy azokat a tengerbe hányassam, már akkor egyéb teher nem maradt a hajón. Valamennyi ördögökre, ordítá Asplant földhöz vágva sipkáját. Hát ezért evett ólmot, és ivott rá tengervizet ennyi jó legényünk, hogy egy üres almáriumot foglaljunk el patkányostul. Ön kapitány család egy ember. Mit kellett önnek védelmeznie ezen a hajón? A becsületemet, felelt Rolls büszkén. Azt pedig, ha elvettük is öntől, rajtunk nincs segítve, szólt kacagva az óriási Skyrni. Mit szólsz hozzá, Moody? A megszólított mogorva hallgatag legény volt, kurta pipáját fogai közé szorítva összefont karokkal a karfánál guggolt. A gombjukában függő ezüst csíp gyanítatá, hogy a kalózok főhajósa. Mit tréfáltok annyit? Szólt vissza félvárról. Fúrjátok ki a fenekét ennek az üres bárkának, s hagyjátok a tenger alá sétálni az egész rongy népet. Az Istenért, uraim! Kiállta fel eszóra a fogoly tengerészek közül egy hang, és egy ember hátrakötött kézzel odavágta magát Bartlemáj lábaihoz, és szájával annak csizmáit iparkodott megcsókolni, míg szemei a legnagyobb kétségbeesés kifejezésével fordultak a rabló vezér arcához. Az Istenért, uraim! Ti derék, vitéz, tiszteletreméltó férfiak! Ti hősök, ti félistenek! Az egekre, az ördögökre, és mindenre, ami előttetek szent!
kérlek benneteket, hogy ne öljetek meg engemet. Öljétek meg a társaimat, mindazok megérdemlik, a gonosztevők, akik ti nektek fegyveres kézzel ellentártak, de én nem bántottalak titeket. Nekem soha fegyver se volt a kezemben. Az egész csata folyamán be voltam zárva, a födözet alá csak most hoztak előre ezek a derék jó férfiak. A rablók egy része bámult, más része kacagott. Uraim, dicső vitézek, korunknak imádott hősei, hallgassatok meg engem, kérlek mindenre, ami előttetek szent. Én Scudamour vagyok, orvos, egy üldözött ember, éppen olyan üldözött, mint ti vagytok. Én nekem semmi közöm sincs ezekhez a többiekhez. Én Rolls kapitánynak halálos ellensége vagyok. Kérlek benneteket, tegyetek különbséget közöttem, és ezen emberek között. Ne zavarjatok engem össze ővelük. Ó, kérlek benneteket, legyetettek irántam irgalommal, és engedjétek meg, hogy a lábaitok porát csókolva magamat alázatos szolgátoknak valhassam. Skyer mi undorodva fordítá félre az arcát, míg Moody hozzárúgott a porban csúszómászó emberhez, kire mindenki a legmélyebb megvetéssel tekintele. Rolls kapitány, szólt Bartlemy, ez az ember úgy látszik ön által volt elítélve. Csak vádolva, nem elítélve. Az ítélet a londoni királyi ítélőszék elé tartozik. Ó, ne menjünk azért olyan messze, szólt közbe Skyermi joviális arca. Tessék előadni a vádat, mi helyettesíteni fogjuk a királyi ítélőszéket. Bartlemy Land, a Lord főbíró, mi belőlünk kitelnek a sheriffek, az aldermanok. Tessék előlépni, fővádló úr, a törvényszék teljes. Rossz hidegvérrel fordítá félre arcát, és egy szót sem válaszolt. Scudamour, ki az éltejét remegő ravasság róka tekintetével vizsgál a minden körülelevő arcot, hirtelen közbeszólt. No nézzék, uraim, nézzék azt a megvető arcot, mellyel önök indítványát fogadja. Nézzék, milyen büszkén, milyen gúnyosan tekint le önökre, mintha szégyenére válnék így derék férfiakat fogadni el ítélő bírákul. Ó, én alávetem magam önök ítéletének. Én elismerem önök bírói illetőségét fölöttem, megnyugszom ítéletükben. Nem is akarom, hogy igazságosabb, bölcsebb és tekintélyesebb bírák előtt álljak vala. Én magam elmondok mindent, amivel vádolva vagyok. Azt megtiltom önnek, kiállta hevesen Rolls. No, látják, uraim. Még parancsolni akar itt, ahol önök a jogszerinti urak. Nem akarja engedni, hogy elmondjam saját vádam lényegét. Igenis, mert tudja jól, hogy akkor nem én leszek, hanem ő lesz az elítélt. Tehát hallják, uraim, de kérem, hallgassanak ide, mert amiket akarok mondani, nagy fontosságú dolog. Vétségem ebből áll. Mi a Mindszent szigetekről tömérdek ezüstöt hoztunk magunkkal. Hú, hát ez jól kezdi, kiállta közbe Esplant, közelebb nyújt a fejét, hogy jobban halljon. Az úton zivatar támadt, a hajó lyukat kapott, és a kapitány parancsot adott, hogy a haszontalan terhet ki kell szórni a hajóból. Mikor már nem volt egyéb, csak a betegek és az ezüst, az lőn a kérdés, hogy a kettő közül melyiket hajítsuk a tengerbe. No, és ön, mint aféle orvos, természetesen a betegeket tartá meg, mondta Skyermi. Korántsem. Én az ezüstöt hagyattam meg, és most ezért akar Rolls kapitány engem megbüntettetni. Bartlemy elborzadva fordult félre ez embertől, míg Rolls lángoló dűvel tekinte rá. Ho-ho, kapitány, kiállta fel Asplant. Tehát az ön hajóján ezüst van. Na, hova rejtette ön azt el? Azt nem fogom megmondani. Nem-e? Hó, a spanyol csizma és a hüvelyk szorító. Majd ki fogja azt önből tudakolni. Kötelet ide! Kötelet! Mit akartok? Kiállt a Bartlemy merészen jártatva végig szemeit társai fölött. Hát inkvizíció bírái vagyunk-e mi, vagy szárazföldi ítélőszék, vagy föresketett jogtudorok, kikhez illik kínzással tudni ki az igazságot. Nem, barátim,
Ne mondja senki, hogy a tengeri rablók belekontárkodnak az autodafék hivatás körébe. Mi, kik a szabad tengerek vitézeinek nevezzük magunkat, mi ne tisztelnők-e szabadságot? A Rossz kapitány nem akarja fölfedezni hajója, rejtek helyeit, nagyon jó. Elviszük azt a kikötőbe, ott szállanként szétszedjük, s ráakadunk az ezüstre anélkül, hogy valami oly tényt követnénk el, mely bennünket beszennyezne. A kalózok hurrát ordítottak kapitányuk beszédére, és hozzá kezdték kötözni a brigantint saját hajójukhoz. Scudamore, ki eddig is csak azért nem árult el az ezüst hollétét, hogy a Rolls kapitányon kihűthessék a rablók bosszújukat, most látva, hogy megmenekült, fölszólalt. Ne fárasszátok magatokat, uraim! Hát mit hurcolnátok magatokkal ezt a rozzant hajót? Oldjatok föl engem, s ígérjétek meg, hogy élve hagytok, és én oda vezetlek benneteket, ahová az ezüst el van téve. Vegyétek labirincset az orvos úr kezéről, szólt Bartolomei legényére intve. Biztosítom önt, hogy mi egy hajszálát se fogjuk meggörbíteni. Mutassa meg a rejtek helyet. Scudamore szabadon érezve kezeit örömteljes hízelgéssel iparkodott a rablókkal sorban kezet szorongatni, akik bosszankodva taszigálták őt el maguktól. Moody éppen eldugta a kezeit hóna alá, mivel azt nyerte, hogy Scudamore a nyakába borult, átölelte, s addig csókolta, ahol csak érte, ami csak Moody teljes erejéből el nem öklözte őt testéről. Az orvos szemeit törölve állítá, hogy sohasem érezte magát boldogabbnak, mint e pillanatban. Na, csak előre szaporán, kiállta Esplant egyet taszítva rajta, míg egy másik kalóz megfogva az orvos két kezét úgy vontatta előtt magával, mialatt ez visszaforgatva fejét egyre sírt és esküdött, hogy ő holtanapjáig lekötelezett híve maradand az egész válogatott társaságnak. A rablók nem sokára visszatértek a megtalált ezüstrudas ládákat hozva vállaikon, víg ujjongatás közt. Bartolomei parancsolá nekik, hogy hordják át mindazt a kalózhajóra, mialatt Scudamore a legnagyobb szolgálatkészséget iparkodott tanúsítani, maga emelgetve a ládákat a rablók vállaira, s őket egyenként kedves jó barátjainak nevezve dacára annak, hogy ezért azok viszont minden kitehető csúf nevekkel illették, s ráordítoztak, hogy ne nyúljon az ő jószágaikhoz. A legutolsó volt Esplant, ki a födözetre feljött, baromi elégültséggel mondta: itt nem hagytunk semmit, kapitány. A hajó gavallérosan ki van takarítva. Már most akarod-e, hogy kifúrjuk a fenekét? Vagy jobb lesz, ha e fickókat felakasztjuk sorban a vitorlapóznákra, s engedjük a hajót úszni, amerre neki tetszik? Hadd mulattassa majd azokat, akik vele találkoznak. A rablók hahotája tanúsítá, hogy az ötlet nagy részvétre talált. A tengerészek hidegen néztek maguk elé, még Scudamore reszkető barátságoskodással iparkodék egyik vagy másik rabló karjába fűzde magáét, folyvást bizonyítva, hogy ő nem tartozik amazok közé. Csendesen, kiállta Bartolomei szigorú arcot öltve. A hajót nem fogjátok kifúrni, sem a hajós népet felakasztani. Ez illenék holmi spanyol kaperekhez, holmi nyomorú tuniszi tengeri zsebmetszőköz, de nem mi hozzánk, angolokhoz és franciákhoz. Az ilyenek rontják a zsiványok becsületét, mint a spanyolok és a törökök. Hát azt akarjátok-e, hogy minket azokkal összezavarjanak? Mi magunk gyalázzuk-e meg a kalóznevet, elismerve, hogy annak semmi köze sincs a becsülettel? Hát Róma legelső lakosai nem rablók valának-e? És nem hősöknek tartattak-e,
a Jeomenek Angliában, a mi hivatásunk új színben előállítani a Flibustier nevet. Rossz kapitány úr egész hajós népével együtt szabad, és mehet, amerre akar. Rablók közt zűrzavaros lárma támadt e szavakra, sokan helyeselték a kapitány szavait, néhányan annál dühösebben iparkodtak azokat megcáfolni. Bartolomei lábával dobbantott. Van, aki ellenem akar segülni? Vagyunk! Kiállt a Moody eléje lépve, és oly közel víve a kapitány arcához fogai közt feltartott pipáját, hogy szinte kiszúrta vele a szemét. Én mondom, hogy bolond vagy, kapitány, s minden kalózok szokása ellen cselekszel, és ha vissza nem húzott szavadat, én magam lövök bele a hajóba. Azt hiszed? Szólt Bartolomei. Skyermi! Fogd nyalábra ezt az ember, s kössétek őt meg a fő árbóchoz. A rablók elszörnyedtek. Moody volt köztük a legvénebb, a legtekintélyesebb kalóz, akit soha egy kapitány sem mert megbüntetni. Roberts újra intett Skyerminek, és az megragadva a főhajóst minden rukkapálódzásai dacára hozzákötözte őt a főárbóchoz úgy, hogy az két kezével az árbócot ölelte, s hátát kifelé fordítás folyvás szitkozódott, káromkodott a pipát szájában tartva. Van-e még, aki ellenkezni akar? Kérdé Bartolomei. A rablók közt egy elfojtott morgás volt hallható, de szavát senki sem hallatá. Ekkor Rolls kapitányhoz fordult Bartolomei, s mialatt egy papír szeletet s írónádat vett elő táskájából, mondá. Rossz kapitány, ön remélem szerencsésen fog megérkezni Londonba hajójával. Igaz ugyan, hogy ön ezt üresen fogja megbízói kezébe juttatni, hanem ön arról nem tehet. Minek tanúsításál íme én következő bizonyítványt adok önnek, melyel magát otthon igazolhassa. Mi szabad lovagjai a szerencsének bizonyítjuk mindazok előtt, kiket illet, miszerint Rolls kapitánya Neptun brigantin főnöke általunk a sík tengeren megtámadtatva, noha a kiállott zivatar miatt ágyújt és vitorláit egy részét elvesztette, magát ellenünk másfél óra hosszat a legvitézebbül védelmezte, s mindaddig meg nem adta magát, míg 9 emberünket, s magát főkapitányunkat személyesen megölve általunk tökéletesen el nem nyomatott, csak így engedett bennünket a reábízott ezüst birtokába jutni. Roberts Bartolomei, kapitány. Tegye ön hozzá, szólt közben Rossz, hogy így is csak Scudamore árulása juttatta önöket a zsákmányhoz. Helyesen, mondta Bartolomei, és azt is odaírta. Uraim, kiállta közben Scudamore remegvát, én velem mit akartok? Semmit sem, szólt Bartolomei. Azt megígértük önnek, hogy egy hajszála se görbül meg általunk. Igen, kezdi ez síránk hangon, de a kapitány szabadon eresztitek, s engem nála hagytok, mi történik velem? Azt én nem tudhatom, szólt Roberts válvonítva. Skyermi hangosan fölkacagott, ez gyönyörű mulatság. Az Istenért, vagy mit is mondok, hebegész Scudamore Roberts lábaihoz vetve magát. Uraim, ne adjatok engemet az ember birtokába vissza, ő nem fog irántam irgalmat ismerni. Ő egy rettenetes ember. Kacagott Skyermi. Kapitány, el ne rozsd ezt a tréfát. Ha már eleresztett a kapitányt, hadd vigye magával az orvost is. Ha milyen fölséges mulatság lesz abból, ezt az embert majd otthon előveszik azért, hogy nekünk szolgálatot tett. Uraim, ti derék férfiak, szólt Scudamore átölelve Roberts térdeit. Ti csak tréfáltok én velem, titeket mulattat az, hogy kétségbe vagyok esve, de ti nem akartok engem igazán elveszteni. Hiszen ti nem feledhetitek azt, hogy én nektek fontos szolgálatokat tettem, és fogok tenni még többeket is. Hát én orvos vagyok, ti nektek orvosra van szükségtek. Vegyetek engem magatok közé, én éppen olyan ember, olyan ördög leszek, mint ti.
Nem fogok szégyenetekre válni, soha se bánjátok meg, hogy velem megismerkedtetek. Kérlek, könyörgök, szóljatok egy szót a kapitányhoz mellettem. Ó, ti derék, ti emberséges emberek! Te szeretetreméltó vezér, ezzel a hősi arccal nyújtsd kezedet, hadd csókoljam meg! Keljen fel ön, szólt röviden Roberts. Valóban orvosra szüksége van társulatunknak. Én felfogadom önt. Mi itt? Orvost, mi közénk? Ordítál az árboszhoz kötözött Moody. Orvost, ki a meglövik valamelyikünk kezét, lábát, azt elfűrészeli. Eleven ember faragót. Méreg keverőt ki miatt még csak meghalni se lehet nyugodtan. Nekem nem kell. Nekem a hajóra ne hozzátok, mert én megölöm. Moody, kiállta Roberts, egy szavadat se halljam többé. Én akarom, és úgy lesz. Te parancsolsz a kötelekkel és vitorlákkal, egyébre semmi gondod. Kérlek, jó uram, szólt Scudamore könyörögve közelítve Moody felé. Ne keseríts derék kapitányunkat, hisz te olyan jó embernek látszol, én téged nagyon foglak szeretni. Gyere hát közelebb, szólt Moody. Ide mellém, hadd lássalak. És akkor annyira ment hozzá Scudamore, hogy lábaival elérheti, egyet rúgott rajta, hogy szinte hanyatt esett. Legények, kiállta erre Roberts, hozzátok elé a tengeri macskát. Verjetek 30-at ez ember hátára, aki parancsaimnak ellenszegül, meglakol. A kalózok hirtelen előhozták a 9-ágú korbácsot, melynek mindegyike végére gomb volt kötve. Csak tétovázás nélkül, parancsolá Roberts, a büntetés alól nincs kivétel. Moody szemei kidagadtak a dű miatt, amit a 9 farkú macskával közel mentek hozzá. Elkezdett dühösen rugdalózni jobbra-balra, amivel azt nyerte, hogy ott ütötték, ahol éppen hozzájutottak, és úgy megrakták tetőtől talpig, hogy még a pipa is kiesett a szájából végtére. Roberts hidegvérrel várta végig az exekúciót, melynek végeztével odahívá Scudamort, hogy írja alá nevét a kalózok névkönyvébe. Scudamore mohó örömmel kapta el a kezébe nyújtott írónádat, és olyan borzalmas végsággal írta oda nevét, mely magukat a rablókat is megdöbbent, és azzal kacagva fordult Rolls kapitány felé gúnyosan kiáltva. Ha eljut ön Londonba, adja hírül a kormánynak új alkalmaztatásomat. Skyermi vállára tette iszonyú tenyerét, fogai közt mormogá. Te fickó, belőle gyönyörű ördög lesz valaha. Legalábbis akkora, mint bármelyik közületek. E pillanattól fogva olyan otthon érezte magát az orvos új körében, mint bármelyike a kalózoknak. Mint valami pokolbeli nemes levelet mutatá föl társai előtt a lajstromot aláírt nevével, kérkedő tekintettel utalva bűnszabadalmára, s oly arccal nézve le Rolls kapitányra, mint valami újdonsült kamarás, aki most kapta meg az aranykulcsot egykori kollégáira. Most Rolls kapitány, szólt Roberts, ön ismét hajója birtokába teheti magát, azonban nehogy úgy járjunk, hogy orvosért cserében főhajósunkat itt felejtsük önnek. Oldjátok el Moodyt az árboctól. Két kalóz teljesíti a parancsot, erősen őrizkedve a főhajós lábaitól, ki csak azon törekedett, hogy valamelyiket emberül megrúghassa. Midőn kezeit szabadon érzi, első dolga volt az, amelyik legközelebb állt hozzá keze föloldozói közül irgalmatlanul pofonütni, második pedig az, hogy kurtapipáját fölszedte és szájába dugta. Moody, szólt a kapitány összefonva karjait, az imént megbüntetélek, mint kapitány alattvalóját. Most, hogy kiáltod a büntetést, ismét úgy állunk szemben, mint férfi férfi ellen, ha tehát sértve érzed magadat általam, védj fegyvert kezedbe, én kész vagyok neked bárminő lovagias elégtételt adni, s a kívánod, megverekszem veled. Moody egy szót se felelt, csak hirtelen leveté kabátját, felgyűré ingujait, leoldá nyakravalóját,
s villogó szemekkel tekingete szét fegyver után. Adjatok neki fegyvert, mondá Roberts. Mi kell, pisztoly vagy kard? Adjatok kardot, hörgé reketten Moody. Így közelebb leszünk egymáshoz. Csináljatok helyetti, fickók! Csináljatok helyet ennek a derék férfinak. Menjetek a keze ügyéből, mert ő aztán vágni fog, akit csak elől-utól talál. Megbocsát ön, Rolls kapitány, hogy hajóján végezzük ügyünket, de amely közönség előtt történt a sérelem, azelőtt kell véghez menni az elégtételnek. Nos, Moody, készen vagy-e? Adjatok jelt, ha készen van. Moodynak azonban nem sok készülés kellett, amit a kezébe adták a kardot, miután annak lapjával egyet jót húzott az átadó hátára, dühösen nyargalt a kapitány felé, és kard távolnyira érve hozzá, ott elkezdett csodálatosan dühös vagdalkozásokat tenni minden oldalra úgy, hogyha 12 ember állt volna mellette körös körül, azt mind a 12-t okvetlenül össze-vissza kaszabolta volna, csupán csak annak az egynek nem ártott, aki előtte állt. A kapitány csak tréfálni látszott vele. Alig mozdította meg néha-néha kinyújtott karját a dühös csapások ellen, miket ellenfelének dühe nem engedett kiszámítani. Vigyázz hát, most mindjárt a kardomba futsz. Moody, kinesd a szemedet, na ide nézz öreg is, nem ott állok, ahová vagdalsz. Ne üss hát olyan nagyokat felém, hisz azt kell hinnem, hogy meg akarsz ölni. Valódi bandita párbaj volt. A vívók egyikének dühe, másikának ingerkedései, a körülállók durva nevetése, gúnyoló, bosszantó megjegyzései lovagok bajvívásán nem szoktak rendén lenni, valamint azon törekvés sem, hogy az ember ellenfele kardját bal kézzel elkaphassa, amit Moody egy párszor szinte megkísértett, de sikertelenül. A kalózok hahotája még dühösebbé tette a főhajóst, aki tökéletesen kijött a sodrából, midőn egyszer félretekintve megpillantá, hogy Scudamore orvos szintén ott ül a kacagók között, sebészi szereit szétterítve térdein, s ördögi zöld szemeivel gyönyör teljesen hunyorgatva felé. Már ez olyan dühbe hozta a kalózt, hogy rögtön ott akarta hagyni a kapitány, és fogcsikorgatva az orvosra rohant. Ho-ho, jó öregem, ne a tengerbe szaladj, kiállta Roberts, útját állva a kalóznak, mire az elfeketült képpel nekifordult, s bal kezét szem alá tartva vaktában veti magát ellenfelére, kit egyetlen csapással vélt megsemmisíthetni úgy, hogy kardjának hegye a földben állt meg. Roberts kikerüli a csapást, és egy döféssel keresztül szúrta a főhajós jobb karját. A roham miatt markolatig ment rajta keresztül a kard. Moody azon pillanatban bal kezébe kapta át a kardot, a két küzdő mell-mellhez szorulva állt egymás mellett, midőn Roberts hirtelen banditai ügyességgel a földre hajtá le ellenfele kardját, s lábával ráhágva lefegyverzé azt, és mellbe ragadva odahajítá társai közé. Scudamore szolgálat teljesen futott a megsebesült ápolására. Ide ne jöjj! Ordít az reketten, hozzám ne ér, mert megráglak, úgy teszlek a sebemre, mint az orángutánga falevelet. Az ember nem engedi sebét beköttetni, dúlt, fúlt maga körül, véresen dulakodva társaival, akiknek igen nagy munkába került, míg egyik kezét leköthették egy targoncához, még azután sebesült karjával öklelődzött, és amikor ezt is lefogták, lábaival iparkodott lehetőleg befolyást szerezni, és mikor már azokat is árthatatlanokká tevék, akkor harapott, mint egy veszett állat. Csak midőn száját végre fölpeckelték, lehetett az orvosnak a sebet bekötözni, és a vért elállítani. Milyen romlottak az öreg úr fogai, szólt Scudamore gonosz hunyorgással tekintve Moody torkába. Egy párat alkalmasint szükség lesz belőlük kihúzni. Moody csak egy vadállati ordítással felelhetette borzasztó fenyegetésére az orvosnak, kinek nem haraphatta el a kezét, midőn azt épp egészséges fogain végigjártatá. Roberts ez alatt feloldoztatá többi megkötözött tengerészeket, tudtukra adva, hogy fegyvereiket megtalálandják mind a kormányosi kabinetben,
amelynek kulcsát akkor adandja át, midőn ő is elhagyja a brigantint. Aztán Rolls-hoz lépett, nyájasan meghajtá előtte magát, s kezét nyújtá neki. A tengerész rövid gondolkozás után elfogadá nyújtott kezet. Jól van, mondta, elfogadom azon reményben, hogy egykor ismét találkozni fogunk. Azt remélem, hogy minél hamarabb meg fog történni. Nekem valami sejtelmem azt sugja, hogy én önt egykor diadalmas csatában fogom megölni, Rolls kapitány. Nekem pedig azt sugja valami, hogy én önt, Bartolomei Roberts, fel fogom egykor akasztatni. Köszönöm a jó szándékot. Apropó, önnek nincs több egy hordó vízénél és egy tonna kétszer sültjénél, ez nem fog eltartani hazáig. Bátorkodhatom önnek a magaméból ajánlani. Elfogadom, remélem, hogy az ára ki van fizetve. Szót se érdemel. Szívesen adnék önnek egy pár ágyút is kölcsön, Rolls kapitány, nehogy minden himpellér meggyalászassa önt, míg útban lesz. Azt nem tanácslom önnek, mert ha két ágyum volna, alig ha meg nem kísérteném elrablott ezüstön visszafoglalását. Hát ön derék fiú. Tehát majd máskor találkozunk, a viszontlátásig. A két kapitány megrázta egymás kezét, a rablók ez alatt áttakarodtak saját hajójukra, néhány tonna vizet és kenyeret hengerítve át ellenfeleik hajójára. Bartolomei átadta a tengerészeknek a kormányszoba kulcsát, és azzal egy szökéssel hajója párkányán termett. Hajósok néhány csáklyalökést adtak a brigantinnak, kifeszítették vitorláikat, háromszor hurrát kiáltottak sipkáik levegőbe haigálása mellett, s fél óra múlva két ellenkező irányban repülő vitorla látszott a sík tengeren, egymástól mindig messzebb, messzebb távozva. Második fejezet. Roberts Bartolomei neve ismerős lőn az óceánon. A hollandi és portugál hajósok reszkedtek előtte, ha sík tengeren vitorláit megismerik, és a kétségbeesett üldözés után biztos kikötőbe menekültek, Roberts utánuk rontott, s ott a kikötő ágyúi előtt foszták ki őket, s ha megtámadták, összelöveti az egész partvárost, s felgyújtá erősségeit. Vége hossza nem volt a kalandoknak, amiket róla az emberek egymásnak beszélni tudtak. Hispaniola déli partján egy kies völgy hajlásában áll egy kis faház, eleje befutva szőlővenyigével, ablakában virágcserepek, ereszén tollászkodó galambok, ajtajában törleszkedő fehér macska. Kétfelől mellette sövénnyel körülkerített gyapott ültetvény terül, melynek négyszögű zöld tábláit oly jól esik messzeről meglátni az utazónak, ki Szent Domingó belsejéből jő, és egész nap rengeteg hegy szakadékok közt utazva, estenden meglátja ezt a kis kunyhót füstölgő kéményével nyugalmas völgye mélyén. Ugyan kilakhatik abban. Néha a holdély csendében édes, zengzetes dal hangzik föl a völgyből. A hajósok, kik édes vizet meríteni kiszállnak, bámulva hallgatják azt a magányban. Vajon kilakhatik ottan? Egy alkonyatban könnyű csónak evezette parthoz. Három férfi ült benne, egy kiszállt, a másik kettő ott maradt. A partra szállott, szép, barna, életvidám arcú ifjú volt. Ajkai szeme tele szenvedéllyel, göndör fürteivel szabadon enyelgett a szél, és azok alatt őszinte, tiszta homlok derült. Oly vidáman tekint széjjel, mint ki messzi útról szülötte, földére lépett, és ismerősen jő elébe minden fa, minden bokor. Vállán egyszerű tengerész zubbany van, fején kerek szalmakalap fehér ingallérra ki van hajtva tágan kötött nyakkendője fölé. Valami kedélyes hajós legénynek vélhetjük, ha rátekintünk, ki hosszú tengerjárása közben útba ejtette ősi házát, hogy egy
rövid órára meglátogathassa. Az ösvény most is úgy van, mint ahogy elhagyá, valamivel járatlanabb még, mint akkor. A galambok épp úgy tollászkodnak, a fehér kandúr épp úgy mosdik az ajtóban, mint azelőtt. A jövevény csendes léptekkel közelít a küszöbhöz, halkan fordítja el a kilincset, s feltárja a kis hajlék ajtaját. Ott benne a nagy karosszékben vén elaggott asszony ül, ez a jövevény nagyanyja. Körüle három ifjú lány, kettő szőke, a harmadik barna, csillagszemű, hajnalarcú. A kettő a jövevény testvére, a harmadik a legszebbik, eljegyzett arája. Ott ülnek guzsajaiknál, finom gyapjú fonalat fonva. Amint megpillantják a belépő ifjút, felsikoltnak valamennyien. William, a két testvér eléje fut, s nyakába kapaszkodik. A nagyanya nem tud már futni, csak karját tárja elé, legutoljára marad a mennyasszony, hogy leghosszabban maradhasson keblén. Van öröm. Alig találják helyét a kedves jövevénynek, ültetik ide is, oda is, kiki maga mellé, száz kérdést intéznek hozzá, s egyre sem várják be a feleletet. Egy egész éve, hogy nem láttunk, szólt az öreganya könnyező szemekkel. Egy egész örökké valóság, rebegi a mennyasszony fejét vállára hajtva. Ugye nem hagysz el bennünket többé, kérde a legifjabb testvér, bátyja nyakába akasztva magát, mintha azáltal lekapcsolhatná őt. Egy óráig maradhatok, a hajó a magas tengeren áll, míg legényeim édesvizet töltenek a hordókba. Tehát még mindig távol kell lenned tőlünk, kérdés óhajtva az öregasszony. Fájdalom, igen. Azt hívom, hogy rövidebb idő alatt érhetek cél, de a sors ellenem van. Mikor már azt hiszem, hogy elértem, ismét tovább taszít. Kétszer voltam már kis vagyonom, szerencsétlen esetek mindannyiszor megfosztottak tőle, és ismét újra kellett kezdenem. Szerencsétlen esetek, szólt az ifjabb testvér, elragadva beszédből egy szót. Hajótörések, ugye, meg tengeri rablók. Igen, igen, hajótörések. Hát a tengeri rablók nem. Mi téged legjobban féltünk azoktól. Mennyiszer beszéltünk róla, hogyha azok elfognának, megölnének, s aztán, hogy megsirattunk, akkor mindig. Jövevény mosolygott. Ne félts te azoktól, engem jó leánykám. Nem bántanak azok engem. Legfőlebb vagyonom veszik el, és ti engem szívesen fogadtok, ha annélkül jövök is vissza, ugyebár. Bár el sem mennél soha, rebegi a szép mennyasszony. Nem, kedvesem, azt nem akarhatom, hogy ti éltetek fogytáig itt a telepítvényen, szűkölködjetek. Én boldogságban, jólétben akarlak benneteket látni, el akarlak vinni valami szép nagyvárosba, ahol barátságos nép közt élhessetek, hogy a szép arcokat ne süsse el a nap, egy gyöngét kezeket ne durvítsa el a munka. Meglássátok, én még megérem azt. Tedd hozzá, ha Isten segít, szólt közbe az öreganya. Istennel kell kezdeni minden munkát, úgy fog az Istennel végződni. Szoktál-e még imádkozni, William? Az ifjú felsóhajtott. Sok ájtatos imádságra tanítottál egykor, anyám. Azokat el ne feledd. Lásd, mi te érted. Minden nap imádkozunk. Igen, bizony, erősíti a kisebb testvér. Én is, meg Giulietta is. Nagyanyánk imádkozik a könyvből, és amikor ő elvégezte, mi meg azután egy hosszú imát mondunk el, amiben előszámláljuk mindazt a jót, amit néked Isten megadjon, és mindazt a rosszat, amitől megőrizzen, vihartól, betegségtől, hajótöréstől, éhségtől, szomjúságtól, cápáktól, vademberektől, és kiváltképpen Rubens Bartlemájtól. Az ifjú nyájasan tekinte le a leányka fejére. S miért Rubens Bartlemájtól? Kérdé tőle mosolyogva. Mert az egy gonosz, istentelen kalóz, akinek senki sem állhat ellen, ki az ördöggel van cimboraságban, akiket elfog a tengeren, mind lassú tűzön égeti meg, vagy a tengerbe folytja. Hát ez talán nem lesz igaz,
Roberts sohasem bánt senkit. Ó, mi tudjuk jól, mert mi minden nap őróla is megemlékezünk imádságunkban. Igen, hát őróla is. Úgy ám, minden nap háromszor keresztet vetve magunkra imádságunk után tesszük, hogy az Isten merítse el a tenger fenekére ezt az átkozott szörnyeteget, ki miatt téged minden nap féltenünk kell. És ti mindnyájan megszoktatok emlékezni Robertsről imáitok végén, kérde az ifjú sorba átölelve a kedves leánykákat. Azok sírva és nevetve csüngtek a nyakán. Julietta, szólt az egyik, énekeld el Williamnek a dalt, amit róla, a kalózról készítél. Te dalt készítél rólam és a kalózról, kérde hízelgő arccal az ifjú. Julietta arca rózsapirossá gyúlt, előbb átölelteté pálmakarcsú derekát, szemérmesen húzódva vissza, azután elénekli a dalt, belső melegségtől rezgő édes hangon. Útra kelt a fehér galamb, utána a sötét öjű, az egyik az én kedvesem, a másik a kalóz vezér. Közöttük állj, erős Isten! Adj jobb kézzel, adj bal kézzel szellőt a galamnak, villámot az öjvnek, az én galambomat hozd vissza fészkére, a fekete öjűt a tengerbe sújtsad. Érted? Szólt az ifjabb testvér. Az a galamb, az te vagy, és az az öjv, az Roberts Bartlemy. Az ifjú csókjaival árasztál mind a három szép leányzott, aki közül egyik sem sejt, hogy a kedves édes testvér és a még édes vőlegény, ki őket oly forrón karolja, az maga Roberts Bartlemy. Úgy van. Egykor Bartlemy neve William volt. Az a csendes hajlék látta őt felnőni, az a reszketeg öreg nő tanítá őt imádkozni, és ezek a vidám gyermekek taníták őt szeretni. Két család vándorolt ide, egyik Irlandból, a másik Korzikából, s itten telepedett meg. Apa anya nagyhamar elhalt az idegen éghajlat alatt, s a két családból lett egy. Julietta, mint William testvére nőtt fel, annak menyasszonyává. Szegények voltak, és William szívét bántotta, hogy kedvesét és családját nyomorban lássa, s a jobb sors után ábrándozott, sokszor lehet-e látni, mint állt kunyhója küszöbén elmerengve, a sík tengeren futó hajók után, és gyakran találkozik az édesvizek forrásainál partra szállt hajósokkal, és hallgatá azoknak mesés kalandjait, aranyfövényt termő országokról, kincsek partjairól, tengerész szerencséről, és a ilyenkor visszatért kunyhójába szavát sem lehet venni. Egy napon elhatározzá magát, tudtára adva családjának, hogy az ő boldogságokért elmegy szerencsét keresni, s búcsút vőn azoktól fölszegődött egy rabszolgakereskedő hajójára. Mint siratták, midőn elment, mint omlottak karjaiba, mint futottak utána ismét és ismét újrakezdve a búcsúzást. Mint feledi el szűz tartózkodását a szelíd menyasszony az elválás pillanatában, s mint karolta őt át hevesen, zápor csókjaival, s özön könnyeivel borítva el arcát, s mint rogyott le a parton fájdalmától elalélva, midőn a csónak tengerre szállt, a testvérek fehér kendői még azután sokáig lobogtak, utána integetve a távolból. Ó, mindez örökké elevenen maradt meg William szívében, pedig abba később sok mindenfélét írt bele a sors. Szorgalmáért és becsületességért megszerették a hajón. Előbb kormányos segéd, később maga lett kormányos, és már útban volt hazafelé józanul megtakargatott keresvényével, már látta képzeletében a kunyhót, a családot, melynek jobb sorsot fog adni, midőn egyszerre rajtuk csap egy kalózhajó, és rövid ellenállás után elfoglalta hajójukat. William egymaga
10 ellen védte magát. Hasztalan, a túlnyomó erő legyőzte. Már villogtak a mellének szegzett kések, midőn a kalózók kapitányának reket hangja hallatszik. Azt a fickót, astot nem kell bántani. Hozzátok őt elém élve. A kalózok vállaikra kapták az ifjút, és vezérük elé vivék. William borzadva nézte annak halálfej arcát, Davis volt az, a tengeri ördög. De derékverekedő vagy, szólt Davis bántó fahangjával. Kár érted, hogy becsületes embernek termettél. Derék kalóz válhatnék belőled. Fickók, adjatok neki inni kulacsaitokból. Igaz ember odatartá William ajkaihoz a rummal tölt kalebeszt, ő undorodva fordítál tőle száját. A kalózok poharaiból inni annyit jelentett, mint szövetségükbe fölvétetni. Kacagott a kapitány ajaktalan fogai közül. Te durcás legény vagy. Láttál-e már embert kikötve a közép árbochoz, mikor a nap legmelegebben süt? Vagy hallottál-e olyan tréfát, midőn valakit mesztelenül nyersbőrbe varnak, és kiteszik az égető déli sugárba, amikor a testéhez tapadt bőr összefacsarodik rajta? Kínoszhatsz, szólt William nyugodt odavetéssel. Azért sem kínozlak, szólt Davis. Legények, oldjátok fel ezt a fiút, és megbecsüljétek, valaha nagy ember lesz belőle. Amióta kalóz vagyok, ez az első suhanc, aki dacolni mer velem. Vigyázzatok rá, még valaha utódom leend. William ott maradt a kalózhajón, és azt remélte, hogy tán egyszer majd egy hatalmasabb ellen le fogja győzni, és akkor ő is megszabadul. Egy hét sem múlt el csata nélkül, a kalózok megtámadtak minden hajót, mely látkörükbe tévedt, magukénál sokkal nagyobbakat, és mindig győztek. Az ellenfél vesztett vagy megadta magát, a szerencse a rablókat pártolta. Egyszer végtére két hadihajó fogta elő a tengeri ördögöt. William most már teljes reményében volt a szabadulásnak. Az ellenfél hajóin 80 ágyú volt és 200 ember, rablónként 30 ágyú és 60 ördög. Amikor észrevették a kalózok, hogy nem futhatnak el többé, vakverően nekitámadtak az egyik ellenfregatnak, s az első ágyú sortűzzel egy tüzesített golyót lőttek annak lőpor kamrájába. A gája a levegőbe repült, erre a másik üldöző megfordítá vitorláit, és gyáván elfutott a kalózok elől. Ez hát a becsületes embernek sorsa, gondolá magában William, midőn körülte a győztes kalózok diadal hahotája hangzott, és azzal a legközelebb állóhoz fordult, s megszólítá, adj innom a poharadból. A megszólított kalóz Skyermi volt. Nagyon jól van, fickó, kiállta a Herkules széles tenyerével az ifjú markába csapat. Tudtam én, hogy ez lesz a vége. Azzal a kapitány elé vezette az újoncot, és ott az egész nemes társaság színe előtt enevet írta a fekete könyvbe az ifjú Roberts William. Így lett Williamből Roberts Bertelmai. A testvérek, a mennyasszony, az öreg anya kisírták, kiörülték magukat, az óra múlt, a jövevénynek ismét mennie kellett. Egy fillért sem adhatott családjának, pedig hajója kincsekkel volt teli. De az rablott jószág volt mind, s William nem vihetett átok terhelt vagyont azon födél alá, mely alatt kedvesei laktak szegényül,
de lelki tisztaságban. Az ősz anya megcsókolá megáldotta, fejére sírta könnyeit, a leánykák elkísérték a partig, Giulietta átölelte nyakát, a két testvér hátrább maradt, hogy a szeretők édes titkos beszélgetéseit ne zavarják. Mikor fogsz ismét visszajönni? Kérdés suttogva a leány. Majd, ha boldoggá tehetlek. Engem csak szerelmet tesz azzá. Az én boldogságomért nem kellene a tengeren túlmenned, az én boldogságom az volna, ha mindig láthatnálak. Így gondolkoznak a gyermekek. Bár maradhatnánk örökké azok, de lásd, szegény ember keze alatt szegény minden. Még a boldogság is. A leány fejét csóválta. Eközben egy bokros csalithoz értek, mely a partot eltakarta a szem elől, itt megállítta az ifjú leánykákat. Ne jöjjetek tovább. Társaim, durva hajósok, nem akarom, hogy elválásunk érzelmeit zavarják. Térjetek innen vissza, öreg anyánk, vár már rátok. A két testvér sok csók, ölelés és könny után visszafordult. A mennyasszony még ott csüggött, az eltávozó nyakában is forró hangon suttogá, vigy el engemet magaddal. Az ifjú egész valójában megrendülte szóra, és elsápadt arccal nézett a leányra, ki mint tépet folyondár karolta körül vállait. Mit gondolsz? Te velem jönnél a tengerre? Ó, én boldog volnék mindenütt, ahol te vagy. Én nem félném a zivatart, a te arcod látása ott is bizalommal töltene el engem. Boldog volnék, ha oszthatnék minden veszélyt, minden nyomort, amelynek te most magányosan mégy elébe. És ha nem akarná Isten, hogy valaha célt érhessünk, legalább együtt halhatnék meg veled. Az ifjú arca mindig jobban elsötétült. Mennyi szerelem, mennyi önfeláldozás. Egy megnyílt paradicsom előtte. De a paradicsom ajtajában áll az angyal a lánkarddal, és azt mondja, vissza innen, a te neved Roberts Bertlemy. Sokszor gondoltam, Reá, szólt a leány rebegbe, hogy ha majd egykor hazajössz, és kérdeni fogod, hol van Giulietta, miért nem szalad előmbe. Akkor majd egy virágos halomhoz fognak elvezetni, és azt mondják, várj sokáig. A várásban megtört szíve, elhervadott, és most itt pihen. Nem fogja-e akkor azt mondani szívet, hogy miért nem vittem őt magammal? Nem, ne szólj, ne szólj! Kiállt a fájdalmában elfulladva az ifjú. Amit kívánsz, az lehetetlen. Eredj vissza! A leány fehér lett, mint a lilium. Karjai lefoszlottak kedvesen nyakáról, termete összehanyatlott, szép feje vállaira hajolva. Az ifjú karjaiba fogta az elalélt leánykát, és lefektetve gyöngéden a sejmes pázsitra egy csókot nyomott halovány arcára, és azzal elfutott a sűrű bokrok közé, mint kit az őrültség kergett. Bertlemy feltűzé vörös tollát kalapjára, társai közé lépett, szemeiben nem könny ragyogott, hanem tűz. Ő ismét Roberts volt, a büszke, a merész, a kalandos rablóvezér. Fejének büszke tartása, szilaj tekintete, elhatározott mozdulatai megtagadák az egy óra előtt szelíd, ábrándos vőlegényt. Első tekintete észrevették éles szemei az arcokon elterjedt mogorvaságot. Eltávozása óta megváltozott a rablók hangulata vezérük iránt. Valaki kitalálta és megsúgta nekik, hogy a vezér szerelmi kaland után jár. Mi bajotok? Kiállt a Roberts végigjártatva szemeit arcukon. Miért néztek a savanyú pofákkal szemembe? Szóljatok! A rablók félrehúzódtak durcásan. Módi zsebbe dugta kezét, és kurta pipájából majd kiszívta a lelket, és a fellegeket nézte. Beszélj, te vén Lucifer! Mi lelte e suhancokat? Miük fáj? Hát, vezér,
szólt a rabló összefonva karjait és hátát megvetve egy korongnak. Tudod-e, hogy mi hite van a kalóznak? Ez a hite: nem félni senkitől, és nem szeretni senkit. Jól tudom, hát félek-e én, de szeretsz, és aki szeret, az sóhajtozik, aki szeret, az érez, és aki érez, az nem való kalóznak. Tehát ti azt hiszitek, hogyha én tán egy némberről találnék gondolkozni, nem volnék olyan jó, mint bármelyik közületek?